Sziasztok, Gabriel vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Egy kis PES 2019 live következik most. Megnézem, hogy rendesen elindult-e. Még mindig sajnos itt tartok, hogy a PS4-en keresztül meg kell néznem, hogy működnek-e a live-ok, mert ha nem megy és visszadobja, akkor azt én itt nem látom rögtön. És még mindig csöndben is van a YouTube. Erről híres, nem szereti nagyon frissítgetni magát. Még mindig semmi. Lehet, hogy lehalt a régi YouTube panel. Ó, Istenem! Úgy imádom a YouTube-ot, hogy mint az állat. Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Még egyre nem látom a chat ablakot, köszönet a Zsotubnak. Jó, örülök neked. Nem tudom pontosan, hol van ezen a hülye beta verzión itt a élőadás. Visszakapcsoltam a régire, és az nem úgy működik, mint ahogy én ezt gondoltam. Lehet itt a videókon belül, igen. Élő, talán itt. Aha, itt van valami. Úgy tűnik működik is. Szuper, és most itt. Nem, itt nem. Élő között is. Fantasztikus. Annyira megkeverték ezzel a, nem tudom kinek a YouTube csatornája, mindegy, ezzel a belső beállításokkal, ezzel a beta fázissal, hogy semmit nem találok meg, hogy mi hol van. Hello, 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 sziasztok. Jó, jó, ha ti láttok, az már jó, csak nem az volt a baj, hanem az, hogy ez a szerencsétlenség. Magán a YouTube-on belül nem tudom, hogy hol van most az élőadás, és hol keressem a chat ablakot, meg ilyesmiket. Ja, Magyarországa lesz világbajnokság, még pedig a 82-es, srácok. A 82-es világbajnokság, amin kim voltunk, ugye? Mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan. Fölmentem a pesclub.com oldalra, és ott láttam, hogy a fiúk gőzerővel dolgoztak egy kis retro dolgokon. Most már szerintem láttam fönt talán 78-ast, meg 74-est is. De ez a 82-es spanyol világbajnokság. És szia Saviola, hello, hello! És gondoltam, megosztom veletek, hogy hogyan tettem fel. 24 csapatot fölimportál a Libertadores kupa csapatai helyére, utána pedig bementek a kupákba, nyomtok egy olyat, hogy new, és hát én már átneveztem, nem ez az, itt a legalsó, ez a legutolsó, rámentek, itt elindítjátok magát azt, hogy kupa lesz és 24 csapatos, ugye egy meccses, csoportos, leokézzátok, megadjátok az izéket, és akkor szépen a Libertadores kupa csapatai, amik belettek téve az egyéb latin-amerikai csapatok közé, na innen szépen a 24 csapatot beteszitek, de úgy, hogy kiválasztjátok először, ugye, hogy kivel akartok lenni. És mivel látjátok, itt random berakott mindenkit, minden hülyéket, szépen rámentek, és háromszöggel egyenként szépen be tudjátok tenni mind a 24 82-es válogatottat, és akkor utána ki tudtok állni. A mellékelt letöltési fájlban megvan egyébként az 1982-es Kicker magazin is bedigitalizálva PDF formátumot, tehát ott vannak a csoportok is, úgyhogy ilyen formában nincs vele probléma, viszont én ezt már megcsináltam, úgyhogy csak gondoltam, hogy a videó elején elmondom, majd esetleg beteszem a linket a leírásba is, hogy lássátok ti is, honnan lehet letölteni. Igen, igen, igen. Én is most találtam csak meg, úgyhogy nagyon szuper lett, köszönjük szépen,
még egyszer. Még nem próbáltam, de... Bocsánat, itt vagyok. Még nem próbáltam, de nagyon jónak tűnik, már kapásból itt nézzétek meg. Tök jó, Maradónának betették még a kis ikonját is, tehát kíváncsi vagyok azért ott a kis magyarokra. 82-es, Garaba, Sallai, Nyilasi, Töröcsik, Úristen, Fazekas, Kislaci, azt a mindenségét. Kíváncsi ezek rá, én nem változtatok semmin. Marad ez a kis felállás, úgy tud, sincsen semmi más egyéb. Úgyhogy készül a 86-os is. Köszönjük szépen, 5 nap. Na. Jézusom. Úgyhogy ezért is gondoltam, ebbe belenézek, mert ha más nem, azt a 3 csoportmeccset lejátszom, mert hát, mint tudjuk, azért meg be is állítottam. Itt, tehát azért Argentina, Belgium és El Salvadorral voltunk ugye egy csoportban, 82-ben. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy fog sikerülni. Airsoftot. Kérlek szépen, ha Airsoftot szeretnél látni, mindjárt lesz fönn a csatornám, már föltöltés alatt van a másik videó. Úgyhogy lesz Airsoft is. Nem tudom, mennyire realisztikus. Mindjárt kiderül. Nem néztem meg a üzéket, elindítjuk a meccset. Nézzük itt kapásból. Na, hát ennyi a realisztikus, srácok. Oda nézzetek, Maradona pikpak benne van. Tök jó az a 82-es mez, azzal a logóval, meg a címerrel. Nézzétek meg a magyar válogatottat, még a régi Kossuth címer van rajta, még a vörös csillaggal, a régi Adidas jelzéssel. Nézzük, milyen mezek vannak. A magyaroknak még ugye a fehér van ugyanebbe, argentinoknak pedig is sötétkék van ugyanebbe. Aha. Nagyon szuper. Szerintem ez teljesen jó. Stadion. Népstadion, beszarok, baszki. De nagyon jó. Beszarás. Na mindegy. Én ellened játszani, na hát ezt kíváncsi lennék. Lesz majd még karriermód, de most már nem nagyon akarok, már a videótont is félbe hagytam, mert elkezdtem videó alatt. Nem tudom, lesz időm még live-ba befejezni egyetlen azt, de a PES 2020-szal mindenképpen akarok mindenfélét. Ott azért kíváncsi ezekre nagyon. Belgákkal egy-egy lett az utolsó meccs. Na. Na, nézzük meg, kíváncsi vagyok rá. Igazándiból talán Nyilasit, akit ismernék így arcról. Más nagyon annyira nem. Nem tudom, Maradónak mondja. Igen, igen, Salvadort vettük 11-re, így van, ahogy mondjátok. Le a kalappa, Népstadion baromi jól néz ki ezzel a futópályával. Azok a bajszok, de komoly. Ezek a lenni Nyilasi Tibor egyébként itt nagyon jól néz ki. Szuperul megcsinálták. Kíváncsiok még egy-két közeli kép. Aha, itt van. Le a kalappal tényleg. Szuperek lettek a mezek is. Hú, régen nem játszottam, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy oké, az argentinok tényleg kemény csapat, de azért a magyaroknál is itt, ahogy néztem, Nyilasi például 88-as támadó középpályás, tehát azért itt mi sem voltunk gyengék. Ez a gyep mintázat direkt lett ilyen, mert rohadt jól néz ki. Hú, de régen nem játszottam, te jó Isten. Az kemény. Ja, hát neveket nem nagyon fog mondani, itt annyira sem. Hátta! Ez az ütemkésés, ez még mindig benne van. Jaj!
Maradonát ne hagyjátok le. Diego megindult, és már rögtön várt is egyet, majdnem. Ott eltöcsögtük a labdát. Pedig rögtön nyomtam a passz, de megint ott volt, hogy a rögtön elkapás közben... Mi a tököm, mennyi ember van itt? Tehát a rögtön labdaszerzés közben, vagy labda... megszerzés közben, hiába nyomtam a passzt, ő nem érzékelte, és még várt az átvétellel. A Müllernek, Jézusom. Maradonának mondja a nevét. Szép volt. Garaba. Tudom mindenségét. Ez kezezés volt, láttátok ti is, Maradona fölugrott és kézzel beütötte. Diego Maradona lefejelte a védőnket. Nézzétek meg, hogy egy fejjel alacsonyabb nála. Püff! Biztos a hajával. Kéz volt. Bocs, csak olvasom a csetet, itt látom, írjátok, vagy hát írott te Zsolti, hogy inkább a szerkesztést csinálod, játszani nincs is időd, én meg közben vesztésre állok Argentinán. Hát tudtam, azért mondtam, hogy Maradona biztos, hogy kézzel csinálta. Most persze tudtok fejelni, az előbb meg nem tudta. És nézze, nem tudom oda elfejelni, passzolni. Azért ne felejtsük el, hogy top player nehézségi szint az még... szép volt. Még lehet, hogy nekem egy kicsit most... meredek. Kiszorítanak, az a baj. Felejtettem a manuált, hogyan kell beadni. Na mindegy. Hát ilyen a játékmenet, sajnos, Szabiula, igen. Azt hittem lefújja szabadrugásra, de elbasztam megint. Kapkodok szokásomhoz híven. Még össze-vissza passzolgatnak a játékosaim. De kegyetlen erősek itt az argentinok. Nagyon-nagyon erőszakosan jönnek ránk. Nem vagyunk gyenge csapat, tehát azért ez a 82-es magyar válogatott nem a mostani, bár a mostaniak sem rosszak, de itt azért még voltunk valakik. Csak, ja, a Pestnek ez a... Müllernek azért mondja a nevét, ugye, mert a Bayern Münchenben van egy Müller, és így van be digitalizált néven. Tehát pöpöcsölök ezzel a passzolgatással, ők meg... Nézd meg, játsszák a tikitakát, tehát ezt az egyből... passzolgatósat. Kette jönnek rá. Ez nem egy dimenzió, gyerekek. Ez olyan, amikor, mint a jó múltkorában, nem is tudom melyik csapattal már, ne haragudjatok meg, annyira játszottam, majd nem tudom melyikkel. Játszottam a Barcelona ellen. Ez nem egy dimenzió, srácok. Ez az argentin válogatott, ez itt 78-ban világbajnokok lettek. Szerintem 86-ba is. Visszajött Nyilas Jeli. Egyszer nem tudom megmozdítani a kontrollert olyan gyorsan. Olyan gyorsan elvesztjük a labdát. Nem tudom lefaltolni Diego-t. Bakker, olyan gyorsan csinálják, hogy nem tudom lekövetni, ezt nem lehet. Ez mázli volt. Szerintem ez csak a mostanira van, nem? Még közül nem nézem a meccset. Ja, hát az biztos, hogy én nekem is a 90-es VB óta vannak, ja. Úgy emlékeim a futballról. Ez nekem kimaradt, tehát itt azért még keményen óvodába jártam.
78-ban, meg amikor világbajnokok lettek, akkor születtem, úgyhogy... nem tudom megtartani a labdát, olyan gyorsak, hogy... akkor miért várt azt? Most érzékelte azt, hogy el akartam venni a labdát, és passznak érzékelte. Sala jól játszik egyébként, de piszkosul robotolnak az argentinok. Esélyen nincsen, fú! A beállítások szerintem maradtak, tehát... de... nézzétek meg, egy érintővel játszanak. Megnézem, de szerintem beállításai maradhattak. Ja, mínusz egyes sebessége van, ahhoz képest piszok gyorsan mennek az argentinok. Nem sikerült még helyzetet ki... dolgoznunk. Az ilyenektől megyek, nem mindegy, hagyjuk, ez megint csak a 19-nek a hülyeségei. Elindul egy irányba a játékos, hiába nyomom meg, hogy passzolja tovább. Benn van ez a átvételi mechanizmus. Ezt miért hagytad ott, bazd meg? És neki tök mindegy, hogy kivel van. Játssza ezt az automatizálását. Tehát megcsinálja még az átvételt, meg a izét, még mielőtt passzolna. Erről beszélek. Vissza. A lest fújta víz le, hát fölrúgtak engem itt len. És ezt befújja baszki. Akkor visszalépett a játékosom, már késő volt. Na mindegy. Gondolkodtam egyébként, hogy beálljak professionálra, mert tényleg régen is játszottam, meg ez csak ilyen fun. De tök mindegy végül is. Most a kiesek. Nem az a cél, hogy megnyerem a VB-t. Meg nem is a... az igen. Az argentinokkal akartam lenni, hanem tényleg a magyarokkal, ha már egyszer kint voltak ezen a VB-n. Kíváncsi leszek egyébként a PES 2020-ra, hogy maga a játék menet mennyiben változik meg attól, hogy egy kicsit belenyúltak még jobban a labdafizikába. Ebbe a first touch kontrollba, tehát a labda átvételek, hogy mennyire, meg ezek a védekezések megint egy kicsit finomítottak rajta. Ez elég sok mindent írtak, de őszintén szóval megszhatjuk, hogyha gép most is verhetetlen lesz még ilyen nehézségi szinteken is. A My Clubban nem hallottam semmit, nem is írtak. A Master League-ben elég sok újítás lesz. Betették konkrétan a menedzserek közé még Maradónát. De miért fut tovább? Ezt a rohadt futást kéne leállítanom magamat, hogy még mindig nyomom a FIFA óta ezt a futkozást, pedig nem szabad ebbe a játékba. Le is telt az első fél idő, basszus. Ennyi. Ez jó kérdés, nem tudom, hogy PC-re tényleg működik-e, mert mindenhol a PS4-nek van kint így a favorizált logója. Nem tudom, hogy PC-re működhet-e. Ahhoz köszönjük. Ja, tényleg arról is esett szó, hogy egy kicsit realisztikusabbá akarták tenni úgy a játékot. Pazd meg, ezek a reakciók a játékosaimról. Megy felé a labda és baszik rá, hogy belevitték, vagy nem tudom, ezt a hibázási lehetőségeket, tehát, hogy az ellenfél is hibázzon. És nézd meg, láttátok ezt? Ott ment középen a magyar játékos, és direkt olyan erővel ment a labdát, az szép volt, hogy véletlenül se érjem el. Na kis, most mehetsz. Azt a mindenit, de lassú, Jézus Mária. És bedarálják, nincs labdatartás, nem tudom megtartani vele a labdát.
Hiába nyomok gombot. Lassi. Aha, csak középen most ő kijött, és nincs senki. És látjátok, pont erről beszéltek az új Pessel, hogyha úgy adódik, és ennyi volt. A játékos, a többi játékos segíti a te munkádat azzal, hogy mit tudom én, utat nyitnak neked, vagy éppen bezárnak, vagy felzárkóznak. Itt basztak rá, Nyilasi Tibi kijött, és már az szép. És lesz így. Most nem is ért be a labda, beleértek. Illetve figyelnek arra is a játékosok, hogyha te, mit tudom én, a játékosoddal egy fasz a beadó művész vagy, és ugyan szuper beadásaid vannak, akkor ők befutnak, nézd meg, itt se futott tovább, hát bazd meg! Akkor ők befutnak fejesre, vagy valami hasonló, vagy ha te jó lövő vagy, akkor nyitnak neked egy folyosót, hogy el távolról lőni, vagy hasonló dolgok. Ez mind tök faszán hangzik. Ezek a manuál lövés volt, úgyhogy kapura álltam. Hello, hello, sziasztok! Azért nem szeretem a beadásokat, mert a 18-al ellentétben, itt a 19-be külön izé kell hozzá, hogy tudjak fejelni. Olyan precíz beadás, vagy olyan technikai és mechanikai rendszer, hogy napi 87 órát igényel gyakorlásba, vagy nem tudom. És nézd meg, látod, nem tudom odáig elrúgni a labdát, ott állt üresen a játékos, és megvártam, míg fölér rá a védő. Nem nyit senki, baszki. Mennyi... Láttátok ezt? A Nyilas is átveszi, úgyhogy háromszöggel adtam neki a labdát, és nem tudott beindulni, mert... mindenki rejtett. És átveszi a labdát, láttátok most is? Megnyomtam a fejes gombot, és átvette Nyilasi, és utána próbált kapulni, de legalább szögletet kiharcoltunk. Tehát itt megnyomtam a beadást, jött Nyil, és mellel magáé tette, lehet, hogy fejelt volna egyet lendületből, még ha le is patta, még ha labda, tök mindegy. Ezek a játékmechanikai hülyességei a PES 19-nek. Kicsit látom, sok volt. Goal! 1-1! Kis Laci kiegyenlített. Ha! Ott Maradona itt kis. Ők is pontrugásból kaptak gólt, ja. Ugye milyen jó a haja Tibinek? Azért mondom, tök jó, meg lehet ismerni Nyilasit. Relatíve. Jó, nagyon jó lett. Tetszik ez a mez is, tényleg ez a retro feeling benne van, meg ezek a hosszú hajak, kis bajszok. Pedig ott állt a kapufánál a argentin védő, de hát nem volt az se a helyzet magaslatán, maradjunk annyiban. Egy-egy rálunk az argentinok ellen, ez fasza. Ez már jó jel. A beadásokkal van gond, mert nem tudom hirtelen futtából úgy beadni, hogy normálisan beérkezzen valaki. A pontrugások, tehát a szabadrugás is iszonyat jó lett a játékban, illetve a, nem tudom, mit is lesz. Illetve a szögleteket nagyon jól érzem ebbe a játékba. Nem tudtam. Viszont amit nem az, hogy hiányoltam, tehát ez a, amit mondtak is, hogy kurvára nem hibázik az ellenfél. Meg nézd meg, passzadunk. Na, és ezt ki mindenre figyel, tehát gyakorlatilag előre tudja már, hogy én majd ott valószínűleg indítani fogom középen, tehát még én nem is indítottam el a játékosomat, már ő tudja. Tehát Töröcsikig a labda. Ugye a Töröcsik annyira nem tudott még mit hozzátenni a játékhoz, nem oda, ide. Out wide to the right.
Hát ez a labda átütött. Ugye cselezéseket azt kurván az, hogy bebonyolították, de azt a mindenit. Hát ez mi a szar volt? Hát kirúgta a bokámat, baszki a 16-oson belül. Az szép volt. És nézd meg, tehát egy ilyen beadás a másik oldalra tök elnéztet. Úgyhogy automatikán van a passzolás, és ez az, ami számomra egy kicsit felbassza az idegeimet, hogy legalább ha automatikán hagyom, nem manuálon, akkor menjen már ember felé, de a közelében nem volt ember, amelyre átadta a labdát. Azt a mindenségét. Na, menjél. Nem lehet egyszerűen tőlük elvenni a labdát. Most mi a fasz fújt le? Most mit? Engem boká rúgtak a 16-oson belül. Ez mi volt? Ez a mániája a 19-nek. Ó, bakker, amikor hozzáérek az ellenfél játékosok, az már nekik, szabadrugás. De az, hogy nekem hátulról fölrúgnak, vagy valami 16-oson belül, az... Hozzáértem azzal a lendülettel, és már az szabadrugás volt neki. Hát ez zseniális tényleg. Aj, na mindegy. Na, picsába. Na, indulj el. Kempes! Azért rá most már Mészáros védjen is. Csináljunk valamit, fiúk. Még az egy-egy is jó az argentinok ellen. Mert cserélnem kell túl. És beleérnek ezt, bassz. Tehát az, ami számomra kicsit, ugye volt a Pest 19-e, itt ezzel a rávitték ezt a fitness dolgot, hogy elfáradunk, stb. De akkor ott mind a hülyék. De arra az egyre nem gondoltak. Na, én nem indultál tovább, megállsz itt, baszki. Faszom. Hogy nem hibázik az ellenfél. Tehát a gép maga nem fog hibázni. És éppen ezért, ez még jól lehet itt. Éppen ezért abban a szűk 10-12 percben, amit a meccset hirtelen lejátszol, 100-ból 100 passza pontos. Hol? A mai világban hol? Na? És így vesz át egy labdát. Hátugodottam, és egyből nyomtam a lövést. Vágjátok? Tehát, Puh, ez hova ment? Na, azt a mindegy, mire odaér a labda. Meg lerúgja a fejét, baszki. Na, vége a meccsnek. Hát egy-egy lett, na. Nem tudok semmit a demóról, én is utána néztem. Hát tavaly két héttel, max. Három héttel a megjelenés előtt jött. Hát most szeptember 10-re mondják a megjelenést, tehát augusztusnál előbb nem lesz demo, az biztos. Néztem róla már ilyen videókat, van akik már játszanak valamilyen verziójával a 20-nak, hogy az mi akar lenni, azt nem tudom. Ők hozzájutottak már a demóhoz júniusba. Nem tudom. Na, mik lettek itt az eredmények? Chile 0-0-t játszott a nyugatnémetekkel, azt a mindenségét. Franciák 4-re verték Kuvaitot, Csehszlovák kikapott 1-0 Angliától. Wow! Viszont a belgák nyertek, hát mindegy. Ugye 24-es az egész, és ugye 6 csoport van, és akkor 6 csoport első, és 2 legjobb csoport második is még tovább jut. Úgyhogy még esélyünk igazándiból van. Itt ugye nincs fáradtság semmi, úgyhogy hát El Salvadort, hanem megnézem, hogy milyen El Salvador. Hát ilyen 66, 68, 70, 70 környéki csapat. Na hát nézzétek meg Nyilasi 88-as, tehát ahhoz képest. Még azt nem néztem egyébként, hogy a Töröcsik is egyébként. Anyád, nem ezt akartam. Ja, a Töröcsik az is másodlagos csatár, tehát nem bal szélső. Ja, mondjuk tök mindegy, mert itt nincsen se forma, semmi más. A védelem is nézzétek meg, 82-es, 85-ös, 83-es, tehát jó csapat vagyunk, vagy voltunk. Sallai miért csak 70-es középpályás csapó? Mert ő védekező középpályás, azzó? Konópara.
Viszont akkor védekezőt csinálok bele így. Azon nem is akartam belenyúlni nagyon a beállításokba. Ja, igazad van. Köszi. nem tudom, lehet, hogy cserélek is. Egy, ami nem ketet, ez a tartalék kapusok. Tehát nem fog lesérülni, és nem fogják kiállítani, tehát kapust nem fogsz cserélni, na, mindegy. Nézzük a következő meccset. Salvador ellen, és Salvadornak is milyen faszának van, se a mezük is. Hol játsszuk ezt most? Ezt most valami Estadio Cuscatlánba. Cuscatlánba. Akkor azt gondolom, Salvadori. Ugye mivel csinált az egész ilyen liga kupa, ezért nincs olyan, hogy mindegyik meccs, mit tudom én, Németországban. De mindegy, nem is érdekes. Nyilasi nagyon. Ez nem Nyilasi, bocsánat. Ez ki lehet? Ez a Martos. Ja. Na mindegy. Fura, hogy van hazadás. Mármint milyen értelemben, hogy nem foghatja meg? Mert szerintem biztos nem. Igen, azt láttam, hogy akik játszanak a PES 26-val, valami kis stúdióban ülnek, és ott játszottak, vagy játszanak. Annyira nem néztem, mert csak azt hiszem a Barcelonával játszogatnak, nem tudom ki az ellenfél. El Salvador. Hát ezeknek tizet nem fogok most ugni, azt ne haragudjatok meg top playerre. Volt hazadásom és megfogtam Észáros. Nem áll. Biztos nem. De vagyis. Na, fazekas. Nem mire odáig. Akkor lehet, nem hazadásnak vettem el. Nem hiszem, hogy a szabályokat is bevitték a fiúk. Egyébként, ja, no, állat lenne a... Még azt is... megcsinálták volna, de hát ezt azért nem... Ennyire szabályokat nem lehet játékba se módosítgatni. De nézzük akkor a Salvador meccset. Ezt azért illene megnyernünk. Kurva, hogy vegyem el akkor egy 67-es El Salvadoritól a 88-as játékos, nem tudom úgy elvenni, hogy a labdát, hogy... És ő meg, nézd meg! Jó, oké, azért rám már mondom, ugyanúgy meglökött. Legyünk. Normálisak. Ja, hát azért a magyar játékosokra nem lehet adni, hogy most hogy fognak kinézni. Szokás szerint maximum dzsudzsák lesz megcsinálva, azt ennyi. Mindig utolsó ilyen izékbe lépnek bele. Nem ment jól el segíteni. Na, ez jó. Átveszi a labdát, ez a mánya. Uff, tudom mindenit, ez milyen bepassz volt. Csak megfordultam és megnyomtam a paszt. Bim! Pedig ez olyan frankul jött lábra. Szalai már most valamilyen szinten meg van csinálva, szó-szó. Hát ugye az arcok nincsenek bent, tehát most a Konami meg a izék fejlesztői nem fognak oda menni a barszás játékosok utána a Szalaihoz, hogy te figyelj, gyere már ki Tokióba és hadd digitalizáljuk be az arcodat egy játék kedvéért. Nézzük a beadást. Talán egy fejes gótit is sikerült összehoznunk.
Gól! Ott is van! Megint ugyanazt, mert játszottuk. 1-0-ra vezetünk. Kis. Ugyanez a rövidre befutott kis Laci, aztán már ping! Kéz is van. Deadlock broken. It's 1-0. Mi csináltak neki, hogy megcsináltak? Ja, hogy a játékosokat? Vagy mit mondasz? Ugye, azt azért tegyük hozzá, ugye az a baj egy kicsit magával a játékkal nekem, baszki, hogy sokszor úgy érzem, hogy a nehézségi szintet úgy befolyásolják, hogy a játékosaimból csinálnak bazári majmot, és ezt már párszor elmondtam. Ez meg. Húzom a visszafele kontrollt, és akkor... Na! A izékből meg nézd meg, a 68-as játékosok így kezdenek el passzolni. Elrugom előle a labdát, akkor meg mindjárt sárga lapot kapok. A labdát rúgtam el. Nekirúgtam a labdát, és lábáról lepattant a labdát. Na mindegy. Ja, persze, hát a modok azok lesznek úgyis a játékhoz. Eleve az options file is jön. Rúgd el a faszomba. Játsszuk ezt a magyar mentalitást. Rúgtunk egy gólt, azt most vágjunk ki mindent a fenébe. De már, tényleg komolyan 85-ös szélső, nem tud egy 60-as játékos lefutni, tehát... A cseleket azt nem... És nézd meg, próbálom a cselet megcsinálni, és hátulról elmegy mellettem, és puf, meglök, és már övé a labda, tehát... Szép és jó, hogy megint betették a kurva cseleket a játékba. Jó, ez kim volt. De nem tudom használni a gép ellen, tehát top playeren... lehetetlenség használni. Ez mi a szar volt? Le akartam passzolni mellettem állónak, erre elment baszki 70 méter a labda. Most persze nézd meg, hogy letámad El Salvadoron, ne szórakozzunk. Most ez mi volt? Miért őt választottam, amikor ott előfutott a játékosom? Ennek a hibája Pestnek. Húzzam el picsit. Nem tudok olyan passzsávot kimozogni, hogy el tudjam passzolni a védője mellett azt a rohadt labdát. Bele kell, hogy érjen, baszkit. Ott volt mellette 9 méternyi hely, hogy visszapasszoljam a labdát, de nem nekem, bele kell passzolnom az egyszerűen 67-es játékosába a labdát. Szórakozzunk vele. Ez mi volt? Jó, most fánozunk, nem érdekel, basszátok meg. Mi a pöcsön fasza volt? Lepasszolom a labdát, és... Legurultam a labdát, és elgurult a játékosom előtt. Nézd te, bassz meg, hogy megy a labdát. Ugrani tudok az ilyenre. Ez egy 85-ös, meg 88-as magyar válogatott ide vagy oda, nincsen se forma, semmi. Ne csináljon ilyet a játék. Ja, még nem is rúgtam akció volt, mert látjátok, kicsit vissza kell szoknom kell jó pár meccs, mire eleve visszaszokok egy kicsit. Nézd meg, bazd meg. Most értem, hogy verekszi át magát a 67-es játékosa az én 80-as játékosom, mondom, mindegy. Tök lehet volna, hogy a töröcsik beindul esetleg, vagy valami, tehát egy háromszöges indítás, tehát ennyit kéne, tehát
Oké, én elhiszem, hogy fejlesztettek a játékon, de nem tudom bedobni a labdát, mert itt áll mellettem Huezo, és elveszi a labdát abban a pillanatban, hogy ez ne hozzám kerülne. Valaki segítsen már, és nincsen labdafedezés. A 88-as Nyilasi, aki önmagában is egy toronyház volt, nem tudja lefedezni a labdát. Nem értem, top playeren. Nézd meg a 67-es játékos, hogy gyorsabbak, fazekasni. Nem lehet, egyszerűen nem tudok helyzetet kialakítani. Nézd meg, már rám rohannak. Mindenkin vannak, basszus húcs. Nem tudok. Ott van! Ott van, gól 2-0! Na végre! Ez kellett végre ki drusztolni. Wow. Egyre melegebb van megint ebben a rohadt szobában. Fú. Vég a live-nak, akkor nyitom is ki az ajtót, hogy egy kis húzat legyen. Kicsit már kezd föltámadni a szél, de még mindig rohadt meleg van kint. Annyira mondták itt a viharokat, még rohadtul nem ért ide ebbe az országba. Azt szerettem egyébként régen a focis játékban, meg a FIFA-ba, FIFA-ztam régebben. Tényleg beálltam akár világklassz és nehézségi szinten, mert akkor nem volt még legendás, meg mindenféle God mód, Isten módos atom izélő nehézségi szintek. És azóta max. Ennyi. És azon lehetett játszani még. Most basszus kulcs, hol vagyok itt ilyen legendástól, meg ultimate-től, meg superstartól. És nem bírok megverni egy gépet normálisan. De meg tudom verni, de baszki sokszor olyan nehézségek árán egy-egy ilyen, nézzétek meg, egy El Salvadort, amit a valóságban tizet rúgtunk nekik, mint magyarok. Mert nem tudom, a gépnek az a happy-e basz meg, hogy ő a gép, és ezért neki itt most valami... Bazd meg, ez hova faszomba rúgtad? Valami izét kell nyújtani át. Rivász itt futkozik megállás nélkül a meccs eleje óta. Úgy bazd meg, hogy kb. 67-es a játékos, mármint az értékelése. Szembe az én 88-as Nyilasimmal, aki hátrafelé passzba nem tudja Müllernek odaadni, aki 2 méterre áll tőle a labdát. Na, töröcsik. Ez egy kis egész jó fejjel. Holnap délután jön a vihar. Hát, a Sopronban már hamar ide szokott érni az. Megjött Szovjetunió is. Üdv! Mindegy, vezetünk 2-0-ben. 10-0 nem lesz, vagy 11, bocsánat. Szép. Garaba, ez is 85-ös védő, úgyhogy nagyon jó kis védőnk. És belekényszerítik az embert, hogy passzolgasson, mert úgy letámadnak, baszki. Na, valaki? Nem mondhatom, hogy jó, az sem. És Nyilasi a középpálya. Hátas tudjuk csak átvenni a labdát, és azt a minden itt! Támad Salvador, csak hogy letámad. Olyan gyorsasággal, hogy tovább passzolom a labdát, és már ott vannak az El Salvadoriak. Mindig elfelejtem nézni, de... Most ott Rivászt nézem éppen, mert azon van a kis jel. Ő még lazán zöldben van. Futás tekintetében. Nem tudom, hogy... A 60 akárhányos játékosnak a sztaminája ugyanolyan 80-valahány, mint az én 85-ös játékosaim.
Ezek nézd meg! Miért gurul előtte a labda? Oda passzol neki, és tovább gurul a labda. Nem érzékeli a sallait. Már nem először csinált ugyanez a játékosra, vagy nem tudom. Ő meg hátas tovább kipasszol. Már kapom is mindjárt volt. De hova fejeled? De komolyan tényleg, megnyom a fejest, és kb. 3 centire fejeli el a labdát. Ó, Isten, a köröm passzok, bazd meg. Itt tudom, hova passzol. Faguaga, bazd meg, gyorsabb, mint Töröcsik. Ez ennyi is. És le is futja, bazd meg. Lefutott a Töröcsiket, bazd meg, Faguaga. No. És ezt szabálytalan. Ah. Azt én is láttam, ja, hát majd kérdés, hogy mennyire lesz igaz az, hogy meg hát érted, most egy ilyen demo videóban bemutatnak, azt mondom, oké, persze az még csak egy alfa vagy béta módja a játéknak, de érted, ez kurva könnyű bemutatni amatőr szinten. Tehát én visszaállítom itt amatőrre neked, én is csak olyan indításba azt ki, hogy Nyilasi bevágja neked 29 méterről a felső pipába. És akkor azt mondják, hogy ez gameplay. Azt átállított top playerre, Superstar vagy Ultimate-be, és a kontrollert meg se fogod tudni nyomni, úgy lenyom egy utolsó hatodosztályú csapat. Nehéz legyen, azt mondom, oké, okay, de azért a realitást tartsuk be, srácok, tehát meg a hülyeségeket azt nem kéne. Na meg nem beszélve a játékvezetőkről, na ez az indítás-e? Ott a gól! Mester 3-as! Ez szép, még a végén tényleg meg ez a 10. Úgyhogy, ja, kíváncsi leszek. Az az igazság, hogy a mostanában ezek a játékbemutatók, amik vannak akár az E3-on, akár egy trailerből látsz, tök mint egy gameplayt, nem biztos, hogy tükrözik azt. Nagyon-nagyon belemennek abba, hogy biztosra vedd meg a játékot. Hát nem fogják beletenni, hogy ott a csávokám hülyére töri a kontrollert, mert nem tudja megverni a Fulhamet a Manchesterrel. Mert akkor nem veszed meg a játékot, mert bazd meg, ezen is összetöröm magam, hát akkor inkább nem. Nem beteszik, hogy a Fulham Tottenham meccsen ott baszki. Ott van, és ki innen, akkora volt rugok, meg elmegyek mellette, meg meg ilyen csált lehet, meg olyan first touch control, tehát meg a labda érintés. Amatőröm. Hát átállítod szupersztárra, akkor Messit is legyalulják a pályáról. És nem fog first touch control csinálni. De ne legyen igazam tényleg, tehát akkor ha Messit van, akkor tényleg az legjobb tudja csinálni a dolgokat. És ez az, amit nem kutele hiányolok a mai játékokból, hogy játszható legyen a casual játékosoknak is, ne csak azoknak, akik tényleg FIFA-ba is, aki profi bazd meg, tehát ez aztán a passzolgatás, bazd meg, előtt aztán megzavarodott a válogatott, elég rendesen, na mindegy. De mindegy, legyen igazuk meg igazunk, hogy egy kicsit talán játszhatóbb lesz. És nem tudom, ugye... bazd meg, mekkora gólt kaptunk! Hát azért ezt kurvára elnézte itt. A védő még hagyján, de a kapusom, hogy a picsába. Megint a pontrugás, és nem tudtunk beleérni. Ja, hogy az úgy értette az indításra, hogy utolsó éri. Hát az meg megint, figyelj, megnyomom a manuált, vagy hátrébők, megnyomom a manuált, és nézd meg. És utolsó érem Töröcsikkel, látod? Tehát manuállal itt is tudok olyan labdát adni, hogy utolsó érem. Vagy ha arra gondoltál, hogy az ellenfél, nem tudom. Kicsit én a... Lehet, hogy a izé miatt hiszem azt. Ha ezt kiveszik, bazd meg a 20-ból, már leteszem az arany Oscar díjat, és körbefutom háromszor a háztömböt így. Hogy ezt kiveszik, tehát ezt most visszajátszom. Hol van a replay itt van. Itt. Tehát ezt kiveszik a PES 20-ból, és normálisan meg lehet csinálni az, hogy már itt megnyomtam a lövést, sehol nincsen senki. Tehát
Az, hogy körülöttem 5 méterre senki nincsen, és megkapok egy labdát, és ennyi rákészülés kell egy lövéshez, eleve itt a bepasznál megnyomtam a lövést, tehát nem tud a játékos gyorsan igazodni. Ráadásul jól is jött a labda, mert elé előtt jött, nem is azt mondanám, hogy vissza kellett lépnie, és azért meg kell, le kell kezelni, hogy itt miért nem lövi el ballal akár, szarok rá, de ez a... Ennyi. És a lövés akkor zajlik, amikor már odaér az a védője, aki onnan indul az ötösről. Ennyi. Ha már ezt kiveszik, és normálisan lehet kapásból lőni, nem pedig bejátsz ezt a labda átvételes ügyességet. Ez a labda átvétel. És ezt passznál is megcsinálja, azért nem passzolnak folyamatosan a játékosok. És azt mondom, hogy oké, ezt aláírom, hogy lehet, hogy nem tudja azt a játékos, meg izé. De most itt egy 88-as nyilasival csinálta ugyanezt. Megnézném, mennyi a labda kezelése, a passzolása, vagy épp a lövése. Tehát érted, hogyha 80 akárhányas adatokkal rendelkezik, akkor már bassza meg, csinálja meg. És nézd meg, Fagualga megint utol fog érni Töröcsiket, úgyhogy Töröcsik 4 méter előnyben van. Majd elúták a fejemet. De nem oda, ott állt középen a szemjátékosom, és akkor most bezzeg... Nézte, hogy hova kell passzolni, mi? Megint nyilasi, bazd meg, láttátok? Hátra kell fordulnia, meg kell fordulnia. A fizika akkor legyen olyan fizikai, hogy tényleg meg tudjam fordítani a játékos gyorsan, és gyorsan tudjak lőni. Mert oké, ezt ne tudja megcsinálni, ezért a West Bromwich Albionból a védője, vagy a csatára. De Messi, Ronaldo, Benzema, Keane, Mbappé, Messi, a Messi-t ma mondtam. Azok tudják már megcsinálni, hogy átveszem és lövök. Mert legyen akkor reakciódje. Nem értem ezeket az adatokat. Tehát bekategorizálják itt a játékosokat 70 és 80 vagy 90 között ilyen. De nincs különbség. És hiába voltam professzionálon, ott se éreztem. Oké, hogy top playeren lehet, hogy tényleg akkora nincs is, mert direkt itt nehézségi szintet így befolyásolják. De... Na mindegy. Ó, Nyilasi már kezd lefáradni, bár 85. perc van. Meglátjuk. Ezt betörök én. Ez mi volt? Ja, jó, ők dobnak. Lehet, hogy én dobok. Róla ment ki. Na, mindegy. Kilencvenes a fejelése Nyilasinak. 80 a kicking power, 85-ös az explosive erő, a finishing 81, a pass 85-ös, a dribbling 87, ball control 87, és úgy veszi át a labdát, mint én. Nem érzékelhetőek az adatok a játékban. Annyira kibalanszozták a játékot, hogy mindegy, hogy egy 75-ös játékos van ott, vagy egy 85-ös. Ha úgy eltalálták az adatait, és tényleg érzed, hogy jó lett, akkor lehet, hogy egy 75-ös játékos értékelés szempontjából erősebb vagy jobb, mint ez a akit te sztárként leigazolsz egy 80 akárhányas pokba. Bezmű. Bum, így van, elkerülni. Kis fejelget állandóan, nem tudom, hogy Nyilasi, hogy annyival mögötte helyezkedik el. Itt beindítanám, de nem indul be, látjátok? Kis, rátettem a háromszöget a fejére, de baszik beindulni. Ezt viszont szépen csinálja, nem tudom, kis Laci valamiért érzi ezt a kaput. Na mindegy. A Balvinning 55, azt láttam én is, igen. Szökönyen elveszik szület, de attól függetlenül meg nehéz, mármint hogy erős játékos. A Balvinning inkább az, hogy ha megy a labdáért, gondolom, ha el akarja venni, mint védő. Tehát, mint ha megnézem Garabájét, akkor neki biztos, mint védőnek a Balvinningje sokkal erősebb, szerintem. Tehát a védőknek erősebb. Tehát most rámegyek itt csapóra, neki is a Balvinning az 64, tehát őnek is
De az explosive power, tehát maga az erő, az mit tudom, egy csapónál 72, a sallainál szerintem még kisebb. 72. Nyilasi ugye nagy, erős játékos volt, és jó fejelt. Tehát a maga az idejében nagyon jó csatár volt. Mint manapság ilyen böde, meg ilyen kínféle csatár. Na mindegy. Hát a 10-1-ből 4-1 lett. Vagy. Na mindegy. De a dribblingje meg 87 volt, meg a labda kontrollja, úgyhogy azért nem értem ezeket az adatokat, de már arra rájöttem itt a főleg a 19-nél, hogy az adatokat nézni jobb lenne, ha elrejtenék. Mutassa, hogy 88-as a játékos, vagy valami zöld csíke legyen, narancsárga csíkja. Nem mutassák az adatokat. Körülbelül névről tudjuk, ki jó játékos, ki nem, vagy megnézed, hogy rúgott-e gólt, vagy mekkora az értékelése, tehát hogy meccsenként 5,5-ös vagy 6,5-ös értékeléseket kap, és akkor leigazolnám, de ezekkel az adatokkal, négy csoportársak vagyunk. Miért is? Ugyanannyi gólt rúgtunk, ugyanannyit kaptunk, ugyanannyi pontunk van, egy-egyet játszottunk Argentin ellen, ABC sorrend szerint az Argentinának kéne ott állni. Mi van még? Pont, egymás elleni meccs, rugott gól, kapott gól, győzetes meccs. Ja. Ezt most nem vágom, hogy miért én vagyok az első helyen. Emléletek után az jön, hogy ki áll talán a világranglistán előrébb. Mondjuk azt megmerkém kockáztatni, bár nem, még azt sem mondanám, hogy annak idején mi álltunk előrébb, mert 78-as világbajnokok voltak az argentinok. Minden egyforma, úgyhogy ilyenkor nem tudom, mi dönt. Fura minden egyforma. Mi dönt ilyenkor? FIFA rangista, azért mondtam én is, de én szerintem, ha azt veszük alapul, meg ha mostanit veszük alapul, mindegyiknél az argentinok lennének a favoritok. Belgium. Megnézem a csoportot egy pillanat. Ők győznek ugye mindenképpen. Nekem is meg kéne vernem őket. És akkor sem biztos csoportás leszek, mert lehet, hogy az argentinok elküldik Salvadort a picsába. Még ha én meg is velem Belgiumot. Másodikként most 4 pontom van. Kuwait második. Északírek, szovjetek, brazilok csak a harmadikak. Peru, olasz, Chile, Ausztria. Még a legjobb csoport másodikak is lehetünk. Győztesként szerintem mindenképp. Döntetlennel, hát... Még döntetlen is talán. Ki nem kaphatunk szerintem. Nézzük meg a belgák elleni meccset, aztán meglátjuk. Nem hiszem, hogy az első kettő jut tovább. Nem tudom, várjál. 24 csapatos. Nem tudom, hogy itt utána negyed döntő jön, tehát 8 csapat jut tovább, tehát a 6 csoport első, 2 második. Vagy ami inkább valószínűbb, vagy pedig ha mind a kettő tovább jut, akkor az 12 csapat, akkor még 4 csoport második, akkor az gyakorlatilag akkor olyan, hogy a 24 csapatból 16 tovább jut, és 8-at döntő jönnék. Nem hiszem, 24 csapatnál már rögtön negyed döntő jön. Nem tudom, a 24-es lebonyolítás, nem tudom. Azt tudom, hogy grup fáze van, és utána kieséses, de hogy a 24-et mennyire ossza ilyenkor le, azt nem tudom, azt nem lehetett beállítani. Igen, de a 16 közé jutás az 8-at döntő. És szerintem itt, főleg a 80-as években, még utána is,
a csoport meccsek után már negyed döntőt, elődöntő és döntőt, tehát a csoport elsők jutottak tovább, ugye a 6, meg két csapat még, tehát összesen 8, és akkor sima negyed döntő, tehát a legjobb 8 közé jutás van, nem? Vagy 24-ből 16 volt, baszki, ezt nem tudom tényleg. Hello, hello. Nézd meg, hogy volt, nem tudom, hogy itt hogy van megcsinálva. Egyébként itt van egy izé hozzá egy ilyen PDF a kickertől, de nem tudom annak idején, hogyan volt ez. Ugye, ennyi kamerával nem közítettek 82-ben, az 100%. Van der Missen, nem is néztem a belgákat, egy pillanatra bocsánatot kérek. Csak egy pipi pillanat. Van itt, akit ismerünk? Ki a szom az a 88-as ott? Azt a kurva élet. Kemények a belgák is. Csoport első helyzet bejutott az elődöntőbe. Mi? Azt mondod, úgy van megcsinálva, hogy... Vagy... Na mindjárt kiderül, mert most hagyjatunk valamit. 12 csapattal hármas elosztásban. Ez úgy volt annak idején? Vagy úgy lett megcsinálva? Most lehet, hogy én raktam rossz helyre a VB-t. Na, bazd meg azt a rohadt. Böm. Penalty, micsoda. Ütetőhöz jutottunk. Belgáknak nem tetszik, és egy sárgát fog kapni az egyik belga. Na, ne szart össze magad, mi történt. És vágom, hogy befordultam itt a ját nyilasival. És utána a 11-es pontnál egy hanyattestem, vagy nem tudom. Csak hogy kurvára elfelejtettem, hogy lehet ebben büntetőt rúgni. Már kurvára régen rúgtam, bazd meg. Utána volt még egy csoportkör, azt vágom. Akkor viszont nem tudom, hogy itt ezzel a általam létrehozott tornában is így van-e? Hogy itt generálja le... Hogy a tökönbe lehet 11-es rúgni? Lövéssel? Nem tudom, baszki. Nyilasi berúgta. Hát ez kurva egy mak volt. Mert fogalma nem volt, hogyan kell. Csak megnyomtam az erőt, és mire nyílt, nyomtam volna, középre rúgta. Tudom, hogy Zsolték megcsinálták, csak nem tudom, hogy én jól csináltam-e azt, hogy betettem a csapatot ahol. Mert akárhogy próbálgattam, ott ugye belettéve a 24 csapat a Libertadores kupások közé, de ez nem a Libertadores kupa, mert ott 38 csapatot hozott be, hanem ez egy ilyen általam létrehozott kupa 24 csapattal, amit betettem. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt eleve jól csináltam-e, meg hogy itt így működik el. Mindjárt kiderül. Mert akárhogy néztem itt a fórumokat, nem láttam olyat, hogy hogy kell betenni ezt a 24 csapatot bármilyen ligába is. Azt tudtam, hogy a Libertadores kupa csapatai helyére, az a 24 csapat helyére teszi be, és az meg is volt, tehát azért tette be az egyéb latin-amerikaiak közé. De a Libertadores kupa az 38 csapatos volt, és azért oda nem tudtam betenni magát a kupát. És baszki már! De szép volt! De el a picsába! Nem oda akartam, de nem baj. Így van, így kell elrúgni a fizba, jó van. Azt jól csináltad. Ja, értem. Aha, akkor jó, szuper. Igen, ja, tehát nem játszottam az a baj a régi PES-sel, azért keresgéltem én is, hogy lehet-e valahol beállítani, hogy milyen legyen maga a kupa sorozat, és nagy nehezen találtam meg ezt, hogy ez a létrehozható kupában így be tudom rakni a csapatokat, és ide be is tudom tenni egyenként, akkor végül is akkor jól csináltam. És akkor itt is ezek szerint így működik, hogy elosztja a csoportokra még.
been just the early goal here, and it's 1-0. De akkor, opa. Akkor 12, akkor, ja, akkor az csoport első második jut ki, akkor végül is. Ja. Ki is jutottunk, vagy tovább is jutottunk ilyen szinten. Lehet, hogy még nem, de közel állunk hozzá. Na. Azért ne temessem itt a belgákat, baszki a 88-as játékosaikkal. Főleg, hogy így passzolgatnak. Mindjárt nézek ki a fejembe, aztán mindjárt fölrúgom a kicsába. Bakker! Mit a gólöket? Hát a régebbi focis játékok, még talán FIFA-ban is, bár lehet, hogy most is van, nem tudom, figyeltem. Ott igen, amikor létrehoztál ilyen kupát, meg ilyeneket, ott be tudtál mindent állítani, hogy mit szeretné, meg hány csapatot. Itt is keresgéltem egy ideig, aztán nagy nehezen megtaláltam ezt itt. Na mindegy, lényeg, hogy bent van, és akkor így... Oh, játszhatunk egyet. Oh, az igen. Baszki. Na. Tartsuk meg egy kicsit. És már eddig tartottuk, mert már elértek, nem baj. De megnyomtam megint a paszt. Na mindegy. Jó van. Ó! Oh. Hoppá! Hajjaj! Az a baj, hogy... Azt hittem lefújja. Hogy én is kijöttem a gyakorlatból, tehát... Utolérték. És emiatt is indul olyan nehezen a mai meccsek, vagy indultak. Nem azt mondom, hogy már belejöttem, mert még messze vagyok ott attól, hogy azt mondjam, hogy belejöjjek. Ez szép volt Müller. Legalább már nem keresgélem a labdát, mint a hülyék. Tavaly kb. Bassza meg. Ilyenkor vettem meg a 18-at májusban, vagy mikor. Akkor kezdtem az OTP Bank ligával, előtte nem is peseztem. Hoppá! Hogy átesett a kis Laci nocsába? Új, de jó labda! Töröcsiknek! Oh! Ez mekkora zicser volt! Francba, hogy ki tudta ott érdelni a kapus a labdát. Ah, persze, ők... Na, mindegy, hagyjuk. Azt a mindenit. Látjátok, hogy kattogtatom a joystickot, olyan gyorsan kell nyomogatnom a gombokat. Aha, megváltanom, és olyan gyorsan passzolgat. Ez az. Én nekem meg átveszik a labdát, és még elmennek zöldségeshez, megcsinálják a lecsót. Vesznek hozzá tojást, és csak utána passzolja tovább a labdát, szóval... Na szép, jó, azt hittem, hogy visszaportanik hozzá, de ő szart rá. Én azt elrúgom innen a picsával. Az jó. Ez aztán indítás volt. Ez meg a másik, ami leállt töröcsik. Kéne beállítanom valami taktikát, csak az a baj, hogy tényleg nincs beállítva semmilyen taktika szerintem, mi? Nem is figyeltem. De counter-attackra vagyunk beállva elvileg. Short pass. Középső. Mondjuk itt nem is nagyon figyeltem, mert nincsen ugye összhang sem, úgyhogy nem tudom mi az, ami elvileg. Azt írták a srácok, hogy a korabeli taktikák vannak beállítva. That's tactics. Kis ment volna a labdáért, és tisztáztak a belgák. Na mindegy. Hello, hello. Azt mondod, jobb karral váltsak, hát az még hozzá kéne szoknom. Pif. Az a baj, megint megyek előre, mint a hülyék, ott vezetünk 1-0-ra, úgyhogy egy kicsit hadd jöjjenek a belgák. Le majsz. Hm? Hm?
érdekes, hogy El Salvador itt hogy letámadott engem. És meg a belgák itt áldigálnak és várják, hogy mi lesz. Most itt befutott középen mindenki. Ez mi volt? Nem is oda passzoltam. Csak megpöcintettem a labdát, hogy beadta a labdát kis hián laposan. Menjünk vissza. A fél időt most már be kell ki. Az szép volt. Most elé állok, baszki, akkor pattanjon ki rólam a labdát. Ez mitől szabálytalan? Baszki, beálltam eléje. Beléptem eléje is. Ha más nem rólam pattant ki a labdát, és ez mitől szabálytalan? Ez is azért a PES 20-ban azért jobban megnézik ezeket a szabálytlanságokat, mert itt nem tudom, hogy mit állítottak be, de olyan, mint hogy csak azt állították volna be, hogy bazd meg. Ezt hozzászoktam a FIFA-ba, hogy a körrel a felszabadítási lövés megy ki a picsába. Itt amár ráállok, arra lövi. Tehát kvázi a saját kapomba is bebombázhattam volna itt majdnem. Úgyhogy remélem, hogy ott normálisan megnézik azt, hogy basz meg, nézd meg. Leraktam háromszögű a labdát. És töröcsik, bazd meg, belerúgta a játékosba, és ő... Akibe belerúgta, az ment a labda után rögtön. Hát töröcsik, nem? Hát azért mondom, oké, vannak bírók, befújják ezt, és azt hiszem, de itt mindent, tehát hozzáérek a játékosához, tehát valamilyen olyan részét elérem a játékosának, ami már az ő... nem is tudom, ikonja, vagy nem tudom, milyen nevezzük mozgó karakternek, az már szabálytalan, ha testre-testre ütközik. Tehát nem az, mint a FIFA-ban, hogyha becsúszol szerelés, akkor az biztos, hogy szabálytalan. Tehát ott aztán becsúszni kurván profin tudni kell. De itt, ha hozzáérek, hogy neki megyek, azzal a pillanatban ez már szabálytalan. Nem is az, hogy megnyomom kétszer az X-et, így mindjárt megmutatom jelen, amikor megnyomom kétszer az X-et. Tehát akkor lefaltolom a picsába. Tehát. Na, és ez még nem volt szabálytalan, tehát beléptem elé, most nem fújta le. Holott direkt nyomtam, na mindegy. Hát ez... Na, azért ám. Megyünk. Mindig elfelejtem, mit akarok mondani. Konzekvensek? Nem, az nem az hülye szó szerintem. Ja, 72 perce megy, így van. Yep. Ez már a harmadik csoportmeccsünk itt a 82-es spanyol világbajnokságon. Itt el ne adjuk a labdát, ilyen hülyeségből itt hátul passzolgatunk. Na ez megint mi, bazmeg? Erősen se nyomtam meg, tehát épp hogyha fölment a zöld csík, háromszöggel adtam. És mégis elrúgja a büdös franc belette. Máskor meg úgy oda rúgom a lábára, hogy a saját játékosom elesik a labdába. Most döntsük el, hogy melyik a passz, melyik meg az indítás. Mert sokszor az indítást is passznak érzékeli. Na bazd meg. Hárman állunk egy helyen. Ezt elnézte volna ott a védő. Erről beszélek, nem tudom. És nem tudtam elpasszolni 4 méter a labdát. Ó, bazd meg. Mák volt, ez nagyon mák volt. Na. És kis... Már lőttem! Direkt elő lepapíroztam, hogy lőni fogok, mert úgyis valami bizbasz lesz a vége. Megnyomtam a lövést, már nem volt nálam a labda, és föl is rúgtak, vagy még abban a pillanatban. Jó van, azt a mindenit. Na hát ez a PES-nek a hülyeségei még mindig, na mindegy. Valaki befutna esetleg, nem? Pff, ez milyen piszta passz volt. Ott állt. De ez a legjobb, amikor top playeren egy 88-asokkal teletűzdelt csapat ellen játszol. Ezt a mindenit, és bazd meg! Elfejelt és leszette a levegőből a labdát. Imádom az ilyet. Megint kapkodok! Faszom, kapkod picsába. Ah, szép!
És megint kapkodok, bazd meg, már odaért a játékos olyan gyorsaságban. És most gondba leszek. Be is vágta. Kapkodtam, megint középre kidobni egy labdát egy 88-as top player-es csapat ellen. Már amikor dobtam, már ő jött a játékosával és elnyomta az enyémet. Még mindig nyilasít, akinek 90-es a ereje. Na mindegy. Igen, átvettem a labdát, nem tudom miért. Az ember rúghatod volna a saját kaputban, nem... Kisem egy a labda. Ennyi pontom van? 4. 4 pontom van, és ez az utolsó meccs, ugye? Nem, tudtam, hogy nem tudja átpasszolni. Tehát fazekas, abban a pillanatban, hogy kapta a labdát, ő nem érzékelte, hogy jön felé a labda, a védő meg elé ment a labdának. És átment Bálinton, baszki. Tudom, hogy kezdenek föltámadni, de ilyenkor fognak is, tehát ez amikor ilyen, nézd meg, ilyen sinen húzzák őket, baszki. Nem is néz föl. Tehát utálom az ilyet egyébként. Ki nem állhatom az ilyen. Meg a kis faszom, nem kéne? A picsával rúgjátok már a faszba, bazd meg! Mi a tököm picsája volt itt? Ment itt. Labda izén. Á, picsáv. Valaki, állsz! Nyilasi, állsz! Kapus. Azt hittem, meg se fogja. Nyilasi állt ott a 16-os vonalán, és nézte, hogy jön a labda, bazd meg, lehet, hogy kilépett volna. Viszont azt nem értem, hogy counter attackon vagyunk, de a belgák nem támadnak, már értelem, hogy nézd meg, hátul állt a 4 védőfala, ugyanúgy. Ott ez lesz. Azt a mindenit, de Miller Kamps gyorsabb, bazd meg, mint Müller. Biztos, hogy nem, na mindegy. És nem tudom elfejelni. Faszolt hátra. Azt a mindenségit. Megint elbaszom, baszki. Nem lehet itt passzolgatni, mert ezek nem ezen a világon élnek. Azt a kurva, bazd meg. Értem még, hogy 80-valahányos játékosok. Na, legalább ez kirúgás lett. Mert a cserél nem kéne, mert elfáradtunk. Kurvára nem fáradtunk el, na mindegy. Hát, ja. Ó, meccs közben én is káromkodok, elnézést. Ez van. De amikor benne van az ember, főleg játékban, játék közben is, bármilyen játékkal játszik az ember, és megy, nem megy a játék, akkor azért elő-elő jön egy-egy káromkodás. Na, beindul valaki? Pezd meg! Ezt túl kisodródtam. Lehet, hogy egy kicsit még várnom kellett volna, ezt elkapkodtam, de... Túl basz. 85 perc. Az a baj, hogy visszakínálom a... Nem tudom, hogy... Néztem itt a izét, és hol lett a izém. Ja, mindig elfelejtem. Elfelejtem. Nyom itt a jobbrát, amikor... Ez a védekezés, jó. Na, de nem fogom lepasszolni, ez felejtős lesz. Itt áll a fél belga válogatott az orrom előtt. Biztos, hogy benne, hogy Mészáros az lesz az első, hogy nekik rúgja, úgyhogy átrúgom a másik kapusnak, szarom bele. Üha! Hú, ez hova a faszomba rúgtad? Ez hosszabálytalan spori, basz meg! Hát, basz meg, páros lábbal kirúgja a lábamat. Én ugyanezt csináltam az előbb. Ugyanezt kaptam az előbb, és izét adtál rá. Előnyszabályt. Hú, basz meg. Hát, most bepörögnek. Azt a kurva, ezt az egyet, az agyamat tudom szétroppantani. A végszükség esetén van egy piros gomba, amit megnyomsz, hogy ne robbanjon fel az épület. Azt miért kell egy kapcsolószekrénybe zárni? Tehát miért kell a rohadt felszabadítást is még irányba állítani? Miért nem lehet megnyomni azt előre, hogy rúgd előre a picsába?
Nem vagyunk elfáradva, mégis küzdök a belgákkal. Na jó, nem fogok tevel rohangászni, mi a fasznak. Csak nem látom, hogy itt van-e valaki. Ah, itt van, jó. Nem csinálom lenézni a minimapra, mert... Na, sallai, már el van fáradva. Az előbb még nem volt itt senki sem, mindenki zöldben volt. Hát még talán az 1-1, azt mondom, hogy jó nekünk. Azt lehet, hogy 1-1-re is elhúzunk a picsába. De hát most nem tudok mit csinálni. A belgáknak biztos nem jó ezek szerint, mert kurvára jönnek ránk. Nyíj ki, vagy valami. Nyilasi bakker! Nagyon szép volt. Pedig megnyomtam még a R1-et is, hogy csavarja el. Ez volt a 87-es lövés, vagy 85-ös. Erősebben kellett volna. Nem rohanok előre, épp azt próbálom lassítani egy kicsit a játékot. Csak az a baj, hogy ők jönnek. És Spori már a 93. vagy másodban a 94. percben vagyunk, nem akarod lefújni a meccset? Na? Azért nem. Mi nagyon örülünk. Nem is kicsit örülünk. Ezek szerint az 1-1 bőven elég volt a továbbjutáshoz. Egy szem 11-essel. Húha. Ja, hát ugye így 5 pontom lett. És a belgáknak is így a csoport második helye meg lett, meg gondolom az argentinok győztek. És így elvileg akkor most kiderül, hogy a csoport másodikság az legjobb csoport második, vagy az összes csoport másodiknak jó lett. Hát itt sokkal jobbak voltak a belgák, azt találom. Eleve nem találom még mindig a helyemet. Mirasi 7 és felest kapott még így is. Szóval végén becsavartam volna vele. Azért még... Ja, 1-0 verték, csak meg El Salvadort, nézd meg-e. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy másodikak lettünk. 5 ponttal, az angolok 6-tal, a brazilok is 6-tal. Akkor viszont a Peru is 6-tal, meg Ausztria. Akkor viszont az lesz, hogy itt új csoportfázis következik, amit mondtatok. Negyed döntő jön. Mi van? Egyből negyed döntős lettem, mert volt, aki játszott még. Tehát 12 csapat jutott tovább, csoport első, csoport második, viszont... Minden csoport második tovább jutott, de ez hogyan van? 5 pontom lett. Perúnak is 6. És mégis Perú még angolokkal játszott egy meccset, és ki is kapott. Én nekem még nem kellett játszanom még egy meccset csoport másodikként 5 ponttal. Még egyszer, mi van? Ezt most nem vágom. Észak-Írnek lett 4, meg Ausztriának 4. Északírek ott játszottak, Ausztria ott. Peru, Jugoszlávia. Én értem, hogy minden csoport másik, de vágjátok, az 12 csapat, a negyed döntőben pedig 8 csapat van, tehát már itt kiesett 4. Tehát ők már játszottak. Miért játszottak ők? Én nem lettem legjobb csoport második, hogy ne kelljen játszanom meccset. Ezt nem értem. Azt itt stimmel, hogy a fele a 12. Tehát 12-vel, tehát nincs negyed döntő. Tehát
Vagy most értitek, nem értem a lebonyolítását. Ez itt egy negyed döntő már. Tehát én a lengyelekkel, nyugat-német francia, argentin, Ausztria, angol, brazil. Ez már egy negyed döntő. Hol a nyolcad döntő. Mi alapján nem játszottam én meccset a jugoszlávokkal? Miért pont a lengyel-jugoszláv lett, vagy miért pont Ausztria lett? Tehát Ausztriának 6 pontja lett, nekem csak 5. Ezt nem értem. De nem lesz szimulált. Ha lesz szimulált volna, akkor ott lenne, hogy Hungári, Póland 5-0. De nincs ott. A csoport elsők, az a 6, annak nem kellett volna játszani meccset, és 2 lett volna, aki meg valami meccset játszik. Tehát, hogyha meg legyen a 8. Ezt itt megint nem vágom. Ez ugyanaz, mint az előbb, hogy nem tudom, miért voltam egy picit csoport első ugyanazzal a ponttal. Itt nem tudom, mit vett alapul. Már azt mondom, hogy 4 pontja volt, nem tudom, Perunak, vagy kinek is. Északírnek volt 4, meg Ausztriának 4. Tehát ők 12-ből ők biztos, hogy játszanak, ugye, mert 4-4 pontosak. És utána jött volna még 2. Északír, Ausztria. És azt nem tudom, hogy Peru miért játszik, amikor 6 pontot szerzett. Az ime volt veresége. Én is azt veszem, hogy a két első legjobb második helyzetnek, de azok 6 pontosak voltak. És én is 5 pontosként még beletartoztam, vagy mi? Ezt ha megfejtitek? 4 meccs van. Tehát ott végülis Ausztria, USSR, már megnézem, bocsánatot kérek. Ausztria itt lett csoport második. USSR még csoport első lett. Tehát ők játszottak egymással. Én meg mint csoport második a lengyelekkel játszok. Azt vágom én. Csak azt nem tudom, hogy most akkor mi van. Várja. Akkor a lengyelek mi játszottak a jugoszlávokkal? Húha, ez nekem bonyolult. Igen, ezért nem értem, hogy jugoszlávok is megnyerték a csoportot, meg a ruszkik is mégis játszottak meccset. Nekem meg nem kell, egyből játszhatom a negyed döntőt. Húha, ez nekem magas. Na mindegy. Negyed döntő. Lengyelek ellen. Milyenek a lengyelek? 91-es boniek. Úristen, kik voltak itt 82-ben? Te jó Isten! Nálunk Kis Laci csak 80-as játékos, de már rúgott vagy 5 gólt. Ugye? 5-5 rúgott, maradóna meg 6-ot. Platini 3 gól adott. Prohaska. Beszorok. Ja. Lehet egyébként, hogy simán sorsolt csak a gépje. Lewandowski. Milyen Lewandowski? Még nem is élt. 82. Mondjuk, de... Mikor volt ez, várja? De hogy élt volna? 30, 37 éve, még nincs 37 éves Lewandowski. Még maximum fotelja látszott volna itt. De mindegy, nézzük a lengyelek ellen sikerül-e. Hát most már jutunk, ameddig eljutunk, mert ez már negyed döntő. Nem lesz gyenge. Egyébként igen, valószínű, ahogy írtad is, Gábor, így sorsolt a gép. Nem nézegette, hogy első, másodikkal játszik, hanem a 12 csapatot így osztott el, hogy 4-en játszanak, még egy-egy meccset is az jut tovább, a másik 4 az meg oda teszi. Ezt nem nézte, hogy az csoport első, csoport második, csak a 12-ből sorsolta. Úgyhogy ennyi izét nem látok a PES mögött, hogy itt nézték volna, hogy csoport első, meg legjobb csoport, második, meg ilyen.
Főleg egy ilyen random kupában, amit én hozok létre. De ez van, nem baj. Ja, hát aki nem látta még az elejét a műsornak, ez az 1982-es világbajnokságot játsszuk, ugye megvannak a csapatok mezekkel, mindennel együtt, úgyhogy... És ugye ott még 24 csapatos volt, és másképp volt a lebonyolítás, ezért egy kicsit olyan furcsa. De már láttam, hogy van a 78-as VB is, meg a 74-es talán. Ugye a 86-os is még. Már jó párat fölraktak a fiúk, nagyon-nagyon belejöttek ebbe a retro dolgokba, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük nekik, hogy összehozták ezt így. Tehát én nem ezeket kezdtem el tizélni, hogy úristen, miért lett ilyen a magyar válogatott, hogy miért lett olyan erős a belga vagy a lengyel, hanem még mindig a Pest az, amit nem tudok kiigazodni rajta sokszor a nehézségi szinteken. Hú, de szar a mezválasztásunk, bakker! Tehát fővettük a... mondjuk a fejére se tudtuk volna fővenni a lengyel kellene, na mindegy. Valaki... Hey. Most meg a rövidre rúgta. Ilyes kis Laci volt. Szép volt. Na, ilyenkor miért nem megy Müller a labdáért, baszki, amikor felé gurul és nem az ellenfél volt a labdáért. Lóbasz. Szép. Nem mondom, szép. Azaz. Nyilas, így kell. Hát a labdát szerezni, az megvan. Négyen a négy ellen. Aztán most Nyilasinak kéne passzolni. Töröcsik felé megy a labda. Töröcsik. És Töröcsik belebozdult a labdába. És azért el is vesztettük. Ő meg simán ad egy ilyen keresztpasszt, úgyhogy kurvára nincs az útjába senki sem. Persze, hogy az is hozzápattani. És ezt fújjuk le! Nekem futott passzus kulcs! Csávókám, álltam a védővel, ő meg futott szembe velem. Itt megindul, és nekem fut, és belém rugott. Álltam a védővel. Garaba állt, és oldalról belém rugott. Tehát meg mindig a Pestnek az ilyen szabálytalan hülyeségei. Bazd meg. Jó, szép volt Garaba ez az. Nem is Garabával álltam ott, bocsánat, a hatos Garaba mással. Bozsik meg Puskás. Nem, ebben nincsen. 82-ből ők már nem. Hoppá. Mágin. Levált Töröcsikről. Ez meg. Nem mozdunk ki. Szép. Azt hittem, ezt is lefújod valami. Mondva csinált szabálytlanságra. A kurva gomb hiányzik innen, hogy... Bassz, miért fordulok már ott van. Hogy beindítsam a játékos. Ez marhára hiányzik ebben a játékban. Hogy ott áll mellettem, előttem fut, hogy fussál be, bazd meg, és indítalak. Ha túl könnyű lenne, akkor a játék... Hú, ez szép volt. Bőm, és már bele is rúgtam a játékosába, tehát nem tudtam indítani. Ez volt a lövőcse. Basszus! Láttátok, Nyilasi mit csinált? Milyen sark és oxival, basszus. Lesdem is volt. Ez a belöbbölt labda és... Kapus így állt volna, és így bemegy. Nagy flash lett volna. Na nézzük, fazekas. Szögletek jól szoktak menni nekünk. Eddig itt ezen a VB-n. És megint... passza meg, kis Laci! Majdnem meg volt a hatodik gólod. Lassan. Ezek meg elrúgták a picsába. Jó. Megint ez a kezdődik, ez a... Na, hát az meg... Eltáncolt a labdától. Hát tök jó, átvettem megint a labdát, és nem tudtam megint kapásból lőni. Mert kurva jó egyébként, hogy ezek a magyarok tényleg ilyen 87-es, 88-as játékosok, érezni rajtuk, hogy a labdaszerzésben azért ott vannak a toppon.
nem mint a mai válogatott akarnám szídni, csak itt azért másabb játszani ezekkel, tényleg ez érzik itt azért nyilas is ezzel a 88-as adatokkal. Mint hogyha csak egy sima, azt mondom, hogy dzsuzsákkal játszanék, de az szép volt Mészáros, ez az Mészáros Lőrinc megfogta. Ez tök jó egyébként, hogy nem lehet belelépni a kirúgásba. Ó, de szép volt. Na, beindultok. Ó, mekkora labda! Kis! A hosszút nyomtam, basszad meg. Az a baj, hogy futok, és el fogunk fáradni. Még az egy szerencsém van, hogy ez nem egy a Master League, és nem az, hogy a következő meccsre már halottak vagyunk, de ugye a meccsre is ki tudunk fáradni, hogyha itt túl sokat kell futkozni a labdáért. Azért annak idején a világbajnokság azért él. Világbajnokság volt. Ugye Ronaldos mozdulat volt. A lengyel kapus nagyon spártaja körülbelül. Ó, na ezt aztán magyarázd meg ám, tudod minek? Salajba megállt a labda, abba pillanatban tovább ment magától a labda, tehát azért... Azaz Mészáros, így van. A kapusunk nem a legjobb, tehát azért nem... Nem 89-es, de hál' Istennek azért még eddig teszi a dolgát. És jó lehet Fazekasnak? Nem, baszki. Tovább fejelték, de még így is jó. Mert még a miénké. És a miénké, így van. Szöglet. Nyilasival nem szabad semmit csinálni, csak várni, hogy megkapja a labdát magától, hát ha lekezeli, és utána valamit összehozni, mert ha hozzányúlok a nyilakhoz, akkor biztos, hogy megbasszák kétszer. Megint Fazekassa egy szöglet. Megpróbáljuk ezt is ugye szépen betenni befutásra. Hát a kis Laci ezt befejeli. Nem, ez nem lett szó, ez gyenge lett a szöglet, az a baj. Ne fussatok ketten labdáért, úgyis oda megyek. Na, akkor viszont fuss be! Bazd meg. Na, jó. Ez jó szar. Beleértek, úgy kezelt el a lövésemet, mint hogyha izé lett volna. Ez szép. Csak ez garabálja. Amikor megrúgtak, leraktam a kontrollert, faszikám, ne előszabályozgassál nekem, hogy visszapattant hozzám. És még utána majdnem visszapattintotta hozzám a labdát, és utána kvázi majd gondolta, hogy el is veszi a labdát, és megy tovább. Fújja le, szabálytalan, nem kell itt nekem izé előszabály megenni. Picsába. Nem tudom olyan helyzetbe hozni az ellenfelet, hogy szorult helyzetbe, hogy hibázzon esetleg. Csak így. Hogy megrúgom. Próbálok mindig oda lépni, oda menni, zavarni. De valahogy mindig az utolsó pillanatok mindig talál egy beinduló játékost vagy valamit, úgyhogy elég kemény ez a lengyel válogatott, mondjuk azért annak idején kemények is voltak. Töröcsik ez lett volna jó, hogyha... És nem! Nem tudok átmenni töröcsikkel, basszus. Nincs fédő, 0-0. Igen, remélem én is, hogy kijavítják a szabálytlanságokat. Nem tudom, meddig tart a live, még szerintem most lejátszunk negyed döntőt, most vagy elődöntő döntőn utána, vagy kiesek. És akkor vége a live-nak, úgyhogy így terveztem, hogy ameddig eljutok. Nem hiszem, hogy a szabálytlanságokat egyébként nagyon variálni fogják. Ebben szerintem annyi munka van mögötte, hogy ezt, hogy hozzáér, nem ér hozzá, mi a szabálytlan, mi nem, hogy az belenyúlkálni. Nem tartom valószínűleg, hogy mondjuk az egy viszont furcsálom, hogy ezt beállítják, ugye, vagy nem tudom, akkor miért nem lehet ezt szabályozni, hogy... Visszapasszult, eljálltam, enyém volt a labda! Tehát eléje futottam be, befutok eléje,
itt, és enyém lesz a labdaerő, megint csinál egy ilyen imitált mozdulatot, hogy hozzáértem. Nem rúgtam meg. Én értem én, hogy... Na mindegy. Ez gól. Én nem tudok, mit csinálni. Befutott a komplett lengyel csapat. Akkoriban is fejes mániájuk volt. Nem csak most Lewandowskival. Hát ez innentől kezdve kaki lesz. Gól! 1-1! Kis Laci kiegyenlített. Megint ott van a góllövőn, és talán megint felírta a nevét. Milyen beindítás volt, és elhibázta a védő középen. 1-1. Hát ez gyorsan jött. Itt azt hittem, hogy kicsit tudom passzolni deszélre, meg ez a beindítás, hát csak így belöbböltem. És a védő a 9-essel, a csapatkapitányok nem fejelte ki a labdát kis elől. És nézd meg, kis 80-as játékos, és mégis ontja a gólokat. Nyilasi meg 88-as, és tényleg ő a CK, meg minden támadó középpályás, igaz. Na mindegy, 1-1. Szerintem live-ba még befejezem, ha minden jól megy a videóton karriert, és nem osztam össze az options fight. Talán nem. Hú, baszki, megint kezdik. Ez... Föl tudnék lobbalni. Nem azért, mert kaptam rögtön a gólt, hanem már a passz pillanatában én nyomtam a háromszöget. Tehát itt, amikor... Itt, ebben a pillanatban nyomtam a kapust, és nem jött ki a kapusom. Nyomtam, hogy jöjjön ki abba a pillanatban, és a pillanatot csinált egy ilyet, és állt. És persze bevágták mellette. Tehát amikor ezt intás megcsinálta, én mondtam, hogy jöjjön is. Ezt csinálta a kapusom. Teljes előből meg kellett, de miért csináltam már, nem csak ezen a meccsen is, hogy kijöttem a kapusra, és mentettem, és belecsúsztam a lövésbe, vagy bármi, és most nem csinálta meg. És ez az, amire... Tehát amikor én parancsot adok, hogy csináljon valamit a játékos, akkor azt csinálja meg, és azt nem csinálja meg, akkor ez trógerság, és az onnantól kezdve már csalás. És erre tudok fölrobbanni. Büntető! De akkor állítsa ki a kapust, tehát ennyire kéne konzekvensnek lenni a játékvezetőnek. Konami, jó napot kívánok, valami gond van a játékukkal. Utolsó emberként a kapust nem állították ki, köszönöm. Egy rossz lap. Egy rossz lap, na mindegy. Megpróbálom ide valóban, faszom tudja. Gól! Nyilasi 2-2. Ja, a pirosat kellett volna. Hú, ilyen meccset, gyerekek. Az a szakállak ott, a hajak. Tipikus 80-as években vagyunk. Ötös vonalán fölrúg, nem mindegy. De szerintem a FIFA-ba is ugyanez volt, hogy nem állítja ki a kapust. Ez valahogy, hogy nem tudom. Tehát. Játékost, ha úgy van, kiállít, mert már láttam piros lapot adni, de kapus nem fog kiállítani. Azt szerintem valami történelmi pillanat lenne. Pedig szerintem valamelyik FIFA-ban sem csinálta, vagy ideig nem csinálta, de aztán betették, vagy valami volt. Aha, köszönöm, zenyem. De jó labda ez is. Út miért nem jössz, töröcsik. Most meg lehetne fogni a lengyeleket, most egy kicsit visszaestek. Ó, bazd meg. Azt a mindenit. Hát ez csak bírt. Na most itt elbasztam. Jó, visszafújta, hál' Istennek. Jó, érdekel. Meg akartam állítani a játékosát mindenképpen, mert hát középre bepasszolni az volt a baj, hogy most tudom, mit gondoltam.
Megint több. Az a baj, mindig abba az irányba állok, amerre. Nem oda, a passz meg, ott, ott állt középen Nyilasi. Ez szép. És nem odaadta a labdát, véletlenül se. Az hogy pörgette keresztül a... Ne, hogy pörgette keresztül a védőmön? Hogy pörgette? Ne, tehát azért... Tehát itt a fizikát ne kezdjük el meg... keresztülmet is... Persze végig pörgette, még csak egy cselt se csinált meg, mint Messi, hogy átfordul valami szombréróval, vagy bármivel. Sehol senki, az tök jó. Akkor ide kipasszolom Bálintnak, most nem tudok, hogy sem mindenki van egy ember. Egy kettő-kettőnél mi mindig jól állunk. Így is majdnem jó lett, de majdnem kevés, szokták mondani. És passz meg leszedi a fejest, passz. Na, azt meg az anyádat azt, és nem fújta volna le, már nincs a játékvezető keze széttárva, hogy előnyszabály lenne, vagy bármi. Az meg kezdezés volt. Ezt ne is fújd le, olyan nincs ebben a játékban. Ó, ez miért megy át Müller fölött? Tehát kivilágosodik a fekete, sötétkék kis háromszög a feje fölött, akkor miért nem ugrik föl, vagy akkor vált rá, hogy akkor beleér a labdába? Tehát, amilyen lenne a labda, tehát az övé simán leszedi a labdát. Ó, bazd meg. Ez megint háromszöggel való. Tehát oda-vissza meg volt a háromszög. Először pont a pofámba adta, nehogy véletlenül is induljak, utána meg direkt a eléje adta, hogy nehogy véletlenül is elérjem a labdát. Tehát most akkor vagy, de nem, egyszer csinálja, egyszer meg nem. Ez egy kicsit úfer. Megint fölpörgött a játék. Ez nem oda akartam. Ez mese volt megint, hogy itt hagyod, hogy hátra pattog a labda, akkor mentél érte. Nekik olyan... Nem fikázom, mert a játéknak már leáldozóban van. De olyan, mintha nekik sinem futna az a kurva labda fizikától függetlenül. Megy. Csak nekem pattog ellentétesen, meg rosszul, meg hasonló dolgok. Valaki beindulna, vagy valami történne? Ott megy előle. Kis Laci, és elrúgja előle, baszki, pont úgy pattant, hogy a védőnek jó lett. Hello! Hát a... Meg a faszom. Püff! Nyilván én késsek el minden beadásról, csak hogy nincs előtte senki. Miért futott el mellette, amikor az X-el támadtam le? Hát ez mi a szar volt, Spori? Vagy mi az Isten játék? Jézusom. Bele van programozva ebbe a szutyarág játékba. A szép! Azt hittem lefújod, pofát befogod. Gyerünk. Nem oda, előre és átlóba nyomtam, nem töröcsiknek. Nem baj, így is jó. Előre nyomtam, nem ide lentre szélre. Szarok rá, hogy sárgát fogtam. Osztogatja visszamenőleg a sárgákat nekem. Leszarom. Semmi vaktában. Kicsit olyan gépies és a robotos az egész játék a játéknak, tehát magának a gépnek ilyenkor. Nem szeretem az ilyet. Nem realisztikus az egész. Húbá, 86. percben járunk, az kemény. Nyomtam egy driblinget, egy kis cselt, vagy bármit. Le se szarta, letarult a gecibe. Ahogy odaért, már vitte is a labdát, hogy hagyd az enyém. Nagy véletlenül is érezzem a kontrollert, hogy megnyomok egy balrát, egy jobbrát. Egy perc hosszabbítás, amikor tele voltunk büntetőkkel, mindennel.
úgyhogy nem lehet a 20-as játékosától elvenni a labdát. Hatan mentünk neki, bazd meg, és nem ment el tőle a labda. Oda nézzetek. Kicsit sem csalnak a játékosai. Nem lehet tőlük elvenni. Az egy perc hosszabbítású szerintem már 97 van, vagy nem tudom mennyire járunk. Az egy perc hosszabbításból 92-39 lett, mert nem akart lefújni. Végén bekapcsolták a guard módot elég keményen, pedig nekünk volt több helyzetünk most. Ugye azon náluk van többet a labda. Ott lehet, hogy cserélnem kell, már most viszont már kezdünk kifulladni, nem? Itt most megint nem mutatja, mindenkit zöldnek mutat, de Sallai mindjárt izé lesz sárgácska. Csak az a baj, hogy két csapót tudom fölhozni, de ő támadó középpályás. Nincs középre valami olyan középpályásom, akit Sallaival ki tudnám. Hát mindenképp kell friss ember, úgyhogy nem tudok mit csinálni. Mondom, nem tudok mit csinálni. Azt hittem nem megy keszélyre az Istenek sem. Így. Hát meglátjuk. Nézzük ezt hosszabbítást. Mindkét belső védőm a sárgás. Lehet, nem baj. Többet nem szabálytalankodok velük. Vagy támadnak le, baszki, mint valami izék. Rossz a gombot nyomtam. Vagy itt se rossz. Még nagy szájó is. Így a rövid rendben. Nem tudom elfejelni. Na! Csongrádi, nem tudom, mit várt. És nézd meg, ez mi volt Csongrádinak ez a labdaszerzés? Elpöckölte saját maga elől a labdát? Nehogy már... Külön én tanítsam meg, hogy menjen el egy... Én nem értem, hogy ebben a játékban mi a faszért rakták bele ezt a háromszög gombot, az indítás. Ha egyszer nem elé elrúgják a labdát, hanem... Baszki! És keresztül ment a kapuson. Hanem pont belerúgom a saját játékosomba, ahol áll, nem eléje. Azért kell külön a manuált megtanulnom, baszket. Azért van arra a rohadt háromszög gomb. Nincs les. De azt nem fogok tudni elindulni. Hátulról! Hello! Hát azért hátulról ne is szereljenek már le csak így simán. Meg ilyen szöktetés nincsen. A FIFA-ban tökül meg lehet, hogy jobb stickkel szöktetni a labdásot, hogy fussak. Meg nem tudom. Tehát ha nem tudok futni, akkor beér, aztán ledarál. Hát én nem fogom kapra lőni. Bármennyire szeretnétek. Ó! Oh, hát ez meg én mi volt? Vissza akartam passzolni Nyilasinak. Az kemény volt, ez mi volt? Becsúsztam és inkább hasraesésnek tűnt, mint becsúszásnak. Az szép volt. Visszakom passzolni Nyilasinak és hátraadja a picsám a labdát. Na ez az indítás, ez a háromszög. Tehát ezt nem tudom, hogy miért nem tudja néha. És nem tudom bepasszolni. Bakker, hagyd kimenni. 101. perc, mindig 2-2. Menjek vissza a Fradihoz. Majd visszamegyek. Nem tudok egyszer megfordulni, basszus kulcs. Hova passzolod le? Mik ezek a sarokkal passzolt labdát? Valaki legyen a túloldalt. Ez az. Basz, mekkora volt rúgta a manuállal! Fazekas! Ez de szép volt! Hú! Erre most nagyon rákészültem. Erre most nagyon rákészültem. Itt vártam, hogy legalább hosszú legyen valaki, ha hosszú legyen valaki itt, amikor megfordultam. Majd nehezen is megkapta a fazekas, bemutom a manuál gombot, és így BÜM! Ballal! De szépen csinálta, hú! Ezekért érdemes focizni, az ilyen pillanatokért. De baszki, egy szezonban egy ilyen van. Nem azt mondom, minden meccsen legyen, de azért néha. Egy győri, és még nem is nyertem meg a meccset, a home vagyok még tőle. De kellenek az ilyenek, de hát ezt nem mindig tudom, hát helyzetben tudok kerülni, nem hogy berúgjam is manuállal. De rosszul vált a gép. De rosszul vált a gép! Half time, extra time. Félő.
Így van. Az lesz, most egy kicsit visszaállunk szerintem. Megnézem, hogy még esetleg kell-e valakit pihentetni. Hát Müller sáton ott középpályás, viszont labdát meg kéne tartanunk. Csak hát csak csapó van elől, úgyhogy kénytelen vagyok csapót fölvinni. Oda. Ja. Töröcsik fazikas, jó. És akkor egy kicsit visszább vesszük a támadást. Ugye nem menjenek előre a fiúk. Talán. Mával hát nem. Úgy, nem teljesen, de talán kihúzom ezt a gyorsított 15 perces lószart. Remélem gól nélkül. Új, bazd meg, kapásba itt vagyunk a gondba. Jó, most nincsen gond. Na, így már lesz gond. Valaki elől? Egy rossz. Ez, de ilyenkor, ezt nem értem, ezt a háromszöget. Tehát ott áll előttem 4 méterre, vagy 6 méterre játékos, megnyomom a háromszöggel ezt az L1-es indítást. Na, az szép. És baszki belerúgja az ott állóba, tehát nem úgy véletlenül is belőtt üres területre, aha. Ahhoz valami külön izé kell, engedély. Na, rúgdossál te. Én megnyomtam. Francba. Az a baj, hogy sokszor egy játékossal meg kell nyomnom már a következőnek a passzolását, és az les. Mondom, les, nehogy lefut büntetőre. Martos nagyon harcol. De az a baj, ez az. Ez az. Fussá, de akkor fussá! Kis Laci. Azt hittem belerúgják kisbe. Ki fog menni a labda, bedobunk. Hát a lónak a szát ment ki a labda, úgy lecsassult, mint a rohadt. Na, nyilas, nem tudtam ráváltani, hogy lépjen följebb, vagy valami, vagy visszább. Hát a Martos mellett nem lehet elmenni. Na. Nyosi. Ott van! Bazd meg, kis! Akkor az ittszert kihagyni! Nyilasi, hogy átlépte a labdát? Elhúztam mellett direkt balra. Ez pedig szép volt. Itt hopp, itt elhúztam balra, és ott a passz, és már csúsztak volna be. Passz, ki lehet, hogyha megtartom a labdát, agyonrúgnak. Na mindegy. Na most viszont lehet, hogy Rolo lehúz. Most már teljesen beállok a 118. percbe. Mert ez azért mégis negyed döntő. Ez az, gondba eszük. És ez szabálytalan volt megint, láttátok a játékvezetet? Itt volt ezzel megint az előszabálygombon. És el megint lakulja. Ajaj, mindjárt 2 óra. Jó volt persze, de inkább szorítsanak be és kivagdosok mindent, mint az, hogy előre megyek és egy letámadásból bevagdossa a csávókám. Ez az, az a kassal, letöröcsik, bocsánat. Ne. Nincs hosszabbítás elvileg. Vége. Elődöntősök vagyunk. Kijutottuk a lengyeleket is. Őszintén szólva, top playeren, nem gondoltam volna, hogy idáig eljutunk, főleg egy ilyen csoportból, ahol az argentin belga volt, és meg utána a lengyeleket is kiütjük. De itt most kemény ellenfelek jönnek. Nagyon kemények. Hát most már elődöntő jön. Ezen az ágon ki is volt itt? Jugoszlávia volt? Vagy hogyan volt? Most figyeltem. Na nyomkodok itt mindent, mint a hülyék. Hú! Ott van nyugatnémetek, argentinok, angolok. Na, ezek közül kaptunk valakit. Kit kaptam, a németeket, vagy az angolokat? Csak nem kaptam vissza az argentint. NSK. Más kódon pedig argentin, Anglia. Ugye? Basszus kulcs. NSK. Kik vannak benne? Melyik ez az NSK? 82. Hát itt még nem volt Rudi Föller. Kik voltak itt? Nem, ezek még nagyon régiek. Lidbarskiék. Mateusz. Ó, basszus. És benne is van a képe? Beszarok. Ja, ez még nem a Klinsmann féle. Azok már inkább 90 valahányban voltak.
Német nem lesz kemény, a németek nem tudom megválni. Ott már tényleg 87-es, 88-as mindenki. Az esélytelen lesz. De... Hát ha kiesünk, akkor kiesünk, hát... Akkor is nagy szó, hogy esetlegesen eljutottunk idáig. Izét kellett volna még csinálnom, bár azt csak magamnak tudtam volna a tévéről levenni a színskálát, és így fekete-fehéresebben nézni a retro miatt, nem? Nem láttam a meccset, pedig micsoda meccs volt a lengyelek ellen. Volt ott minden, büntető, oda-vissza gólok. Végén egy fazekas bomba, hát ez best of. Oké, hogy megyünk ki, hova a németek? Nem néztem a mezválasztást egyébként megint, de csak nem csinálnak pirosban. Mi külön kimegyünk. És hol az NSK? Deutschland, jó, oké. Ja, jó, megjettem, de hát úgy mondom fehér-fekete maximum. Legalább a mezválasztás jó. Anzil. Nekem mondom, ez a 82-es válogatott, ez még ismeretlen ilyen szinten. Még Nyilasit oké, meg Fazekas, meg Töröcsiket oké, meg egy kettőt, ugye Mateusz, meg Libárszki, de én is az izén nőttem fel. Az ilyen Batistuta, Caniggia. Meg Klinsmann, Rudi Föller érán. Ú, bassza meg. Azok aztán mennek. Na is rossz. Láthatóan barúdosom ki a Fazekasnak a labdát. Az szép. És Laci. Francba, hogy rúgjással meg a tudod kicsodát rúgdos. Te szerencsétlen. Az igazság, hogy amikor véget érnek ugye a bajnokságok, tehát a szezonok itt a valóságban, és az emberek már akkor annyira nincs kedve játszani ugye játékkal, mármint focissal, nézzem a Manchester Juventus, meg ezért már elvileg vége van, meg már Hazard közben a Realhoz ment, meg mit tudom én. Viszont ugye várja az ember az új megjelenést a nyár végén, vagy ősz elején, tök mindegy. És ez tök jó dolog, hogy itt tényleg ide jó törösiknek betették ezt a izét. Gól! Kis! Egy durva vezetünk a németek ellen. Kis gól király lesz a végén. Most indult a Copa America? Na. Megint beégtek. Én nem tudom, hogy az argentinokkal basszus. Akkora jó csapata lehetne. Én nem tudom, hogy nem tudnak ott semmit csinálni. Egy Copa Amerikán meg a VB-ken sem. Messivel meg... Hát, rengeteg, rengeteg. Nem tudom felfogni tényleg. Még azt mondom, a portugálok eleve ugye Európa bajnokok lettek ugye Ronaldóval, tényleg a Ronaldo vezette őket szó szerint a vállukon. Azt mondom, hogy opacsáva. Vagy oké, az argentinok nem mennek annyira, de mégis azért egy Messivel valamit azért mégiscsak kéne nyújtaniuk. Mert a portugáloknál aztán tényleg csak Ronaldo van ott. Az argentinoknál meg... Nem is értem, hogy ott Messi egyszerűen nem tud mit csinálni. Nem tudom felfogni tényleg. Úgy van, azt már ott. Nem is pattant a labda, nem így időt bevonzotta. Most nagyon bepattizétek rám a németek. Bálint megint nem mehet el mellettük, senki. Már beelőznek, a mániájuk hiába. Magát, az igen. Szép. Hogyan fordul? Na mindegy. Aztán fújt le, tudod mit forte. És megint rossz, már addigra ott lett. A szép Németország. Nem is figyeltem, nem hiszem, hogy lejátsz a himnuszokat.
Ja, hiányoltam Rummenigge, te itt van célem. Mondom, hol van Karl-Heinz Rummenigge? Te tök jó. K.H. Rummenigge, úgy van beírva. Karl-Heinz, tök jó. Tetszik ezek a nagy betűvel kezdődő vezetéknevek is. Na bazni. Ez mekkora egy baszott egy csalás volt. Ez mi volt? Eleve a fejesünk, az kb. 2 méterre fejeltem, de én rögtön nyomtam a felszabadító lövést, és nem tudom, olyan, mint hogyha a saját kapunkba rúgtam volna. Ahogy a felszabadító lövést rúgtam, ővé lett a labda, aki rögtön be is vágta. Tehát nem értettem, hogy neki rúgtam a labdát. Lemegy. Ja, jó, így már vágom. Tehát én így lenítettem a lábamat közben, hogy már berúgta alattam a labdát, és már a kapuba is volt a lefejelt labda. Én azt hittem, hogy el akartam rúgni ott a labdát, itt kurva nem látni, és lenyitettem is a lábam, de már közben ő rúgta be a lefejelt labdát kapásból vissza. A felszabadító fejesek azok körülbelül 1,5 méterre mennek a kaputól. Ezt miért nem lehet kifejelni szögletre a büdös francba? Nem értem. Na? Nem ment volna oda senki, de nem baj. Igen, akar jönni az a vihar, amit beígértek. Te megetetett a Schumannigge. Most néztem ki, rúgta a gólt a németeknek. Hú, basszus. Hiába próbálom erővel rögtön egyből. Schumacher a kapusuk. Még nem volt kám. Tök, hogy magát is, meg Rummenigge is váltogatja magát. Átveszi a labdát. Felszabadító lövésnél, bassz meg! Jézusom! Erősek a németek, piszok erősek. Nem léptem ki rá! Ez mekkora mese volt megint, bassz meg! A direkt nem is léptem, már mentem vele, és mégis be tudta adni. Ez meg a PES 2019-nek a number one-ja, az amikor szélről beadom a labdát, és ő rögtön lövi kapura. Tehát, és akkor azt már nem lehet mit csinálni. Tehát, ezt a lövés mozdot és ezt a gólfajtát így Ctrl-C, Ctrl-V-be így nyomatta egész 2019-ben és 2018-ben. Végén. Ezt sikerült berakniuk a játék készítőjének is, ez tök jól sikerül nekik, mert a gép sokszor csak ebből tud gólt rúgni, úgyhogy köszönjük szépen. Nagy véletlenül is csináljon valami hibát. Na mindegy. Egy, kettő, mert sokáig nem tartott. Ott van! És kapufa nekünk, persze. És persze, hogy kivédi a kapusa. Bassz, azt hittem, oda se pattanik a labda, basszus. Megint hozzá kellett, hogy érjen a játékosa. Ezek a hátas vagyok a kapunak. Azt, hogy meg kell, hogy forduljon, én meg hátast vette át, ugye futott a saját kapuja felé, nem is láthatta a labdát. Ne lerjünk már, kicsit se, izék. Idegileg fölbasszom. Na, mindegy. Na, ott megy a játékosom lenne, baj? Nem. Le kéne mennem, ameddig lehet. Hoppá! Nyilasi, 2-2! Ott a rövid. Ő azért tud fejelni. Ott van Nyíl. Bólincs Tibi. Hú. Ukránok nyertek az ügyítas módot. Ja, ott van Messi, Aguero, Dybala, Icardi, Higuain, és még sorolhatnánk, tehát nem rossz az argentin válogatott, amellett, hogy Messi ott van. Tehát... És nem is az, hogy oké, nem megy nekik, hanem szó szerint leégnek évről évre, vagy mindig ezeken a nagy tornák, hogy sem eddig nem jutnak el, meg nem jutnak ki, meg nem jutnak tovább. Tehát olyan, mint hogy ezek a játékosaik ott a válogatottban úgy szarnának rá az egészre.
Csaba. Azt hittem, tudok arra felemenni. Na. Ó, basz, megint csak. Hú, szép volt az a lövés. Nincs lefutva, nincs. Nem is mondtam, hogy le van futva, csak... Bum. Törőcsiket kicsit fejbe rúgták, hogy Nákason. Most egy kicsit megkavarodott a német válogatott is. Fejelni most nem tudom őket. Sajnos. Nem tudok. Ó, az lesz. Mondom, lesz, bazd meg. Ne, ezt ne. Tehát még egyszer játszott, baszki. Nagyon mérges lettem volna, hogy a szélőbe adom és rögtön rúgom kapura. Teljesen kiegyenlített a meccs. Mindenben. Meccsben vagyunk a németekkel. Nyugat-németekkel. Ki lesz az aranylabda? Nem tudom. Ez látod egy jó kérdés. Nem tudom. Most idén... Ó, bazd meg. Ó, azt a mákon volt, hogy tovább pörgött a labda. Idén... Nem tudom. Szerintem most van az, hogy ide könnyű dolga volt ezeknek az újságíróknak, hogy Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, most meg... És megint Messi, nem tudom, de hogy... Aha. Most van az, hogy talán kicsit elgondolkodhatnak, ki nyújtott tényleg olyan teljesítményt ebben a szezonban, hogy... Ez azt mondom, fejeld el odáig, ahol a játékosom áll. Véletlenül se. Oké, hogy ugye Messi megnyerte a spanyol kupát, meg a bajnokságot is megnyerték, nem tudom mennyire tényleg az ő vezérletével a Barcelonát annyira nem követtem, hogy idén hogyan játszott. A BL-t nem ők nyerték. Ez mi volt? Mikor ráváltottam volna a játékos, nem azt is hozzám pattant, lepattant rólam a labda és kiment bedobásra. Zseniális. Ugye az automata passz, ez mi a faszért nem működik ebben a játékban? Az, mészáros szép volt. Úgyhogy, ja, tessék, Van Dijk. Lehet, hogy tényleg ő megérdemelni. Nem tudom, hogy... Na, mi a tökön volt ez? Tehát nyomom a paszt, és akkor... Nem, kirúgom a faszba, mert ha ide próbálkozok indítani, akkor biztos, hogy a... Az a baj, németeket nem tudom csak úgy counter attack-kal lenyomni. Szép. Sajnálom, nem fog lefejlni senkit. Garaba viszont... Ezt így túl erősen nyújt. Most egy kicsit előre akartam vágni, és nem figyeltem, hogy... Nyilasi ott van, és nem enged visszaváltani Bálintra. A legjobb pozícióban védőm, mert nem engedett ráváltani, pedig aztán nyomtam mindent. Már ott elbasztam, hogy kiléptem rá szélen, tehát itt, és utána befutott mögém, de ott nem tudtam a hármasra ráváltani, amikor már elfutottam, már vége volt. Mert én direkt arra akartam, mert verseny nem tudok vele futni, tehát ott hiába mentem volna szélen vele. A hatossal középen semmi esélyem nem lett volna, így itt középső védőmmel, itt a hármassal, mire ráengedte váltani a kontroller, hogy kattingattam, hogy váltson rá. Nem tudom, már Rumeni gépbe vágta sajnos. Hiba hátán. Na ez mi a faszom volt? Na. Offside, bazd meg! Lepasszoltam a labdát és visszapattant róla, bazd meg, és az befújt a lesse. De az, hogy fölrúgnak a picsába, bazd meg, az sem. Ez nem jön össze, gyerekek. Nyugat-németek nem jön össze. Kapják az íbet rendesen a nyugat-németek. És bazd meg, megállt a farzakas. Faszom tényleg, hogy valamikor fut tovább, mint a hülyék, valamikor meg, amikor megnyomom, megáll, akkor megáll, baszki. De nem, mentem arra, ó, baszki.
Megint Bálint alig engedett ráváltani. Szerintetek ezelőtt miért nem engedte Bálintot? Ezért az meg, mert simán elvettem tőle volna akkor a labdát. Szarok ér rá, hogy Rummenigge vagy nem Rummenigge. Miért nem mentél tovább ott középen? Nyilasi basszus. Megáld, nem tudom mi a faszomért állnak meg. Megy a counter attack, jó, be akarnak indítani, mert középen be kéne futni lukra a játékosnak. Nem megy be. Francba. Jaj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 
Nagyon félek, hogy itt a németek engem most itt megruháznak a picsába. Elfogynak a játékosaim. Nem fogom kirúgdosni, mert nincs el senki. Azt a dinamikát belevitték ebbe a mozdulatba a játékkészítő is, hogy bazen jó volt. Azt a minden visszapattanó tikitakáját, hogy beleakadt a labda és visszapattan, és pont oda pattant a játékosára, persze. Most veszettem a lapomat. Innentől ez már nem játék, ez már egy marhasság. Ez amit ott csinált középen, meg ez a tikitakával visszapattant hozzá a labda. Az ott mi volt? Neki mentem testtel, és így lepattant róla, ilyet csinált a játékosom, ilyen. Ő meg tovább ment mellette. Puff. Mint nem is érzékelte volna, hogy ott áll egy magyar játékos. Fölbulított volna, vagy én fölbulítom, vagy feltartás, vagy bármi. Vagy elpattanik a labda. És ment tovább. Mert ez beírt gól nekik már történelmi szempontból. Itt ez zseniális volt. Na mindegy. Nagyon elvesztettem most a hitet a... Ez amikor már... Ahová pattanik a labda, ott németek vannak, és öbüké lesz a labda minden egyes formában. Ez milyen labda átvétel volt a 87-es labdakezelésű nyilasitól? Leszarom, hogy már fáradtabb 77. perc, de mi volt ez, hogy 6 méterre pattanik? Őtőle mennyire pattant el a labda? Tehát megint ott tartunk. Hát amikor már a játék eldönti, bazd meg, hogy te kikaptál, akkor itt aztán a falat verheted, vagy hát a fejedet verheted a falba, akkor is ki fogsz kapni. Mert ő már eldöntötte a... Ott oda pattant elém a labda, és szart rá a játékba az meg. Mert azt mondom, oké, úgy de jó labda is. Nem jó labda. Már ötlet, nyolc, német. És mi ez? Ez amikor engem lekapcsolt, tehát ilyenkor már egy, van 9 ilyen kapcsolója, ami a beadást, passz, tizét, és a szépen így lekapcsolgatta nekem a gép, hogy nem találsz el kaput. Hiába beállít, hogy automatán lőj, nem manuálon. A passz is automata, nem manuál. Nem, most minden manuál lett. Küzdjél meg a játékkal. Ezt most megkaptam a németektől. Tehát ez, idáig ez is simán befejeltem ezt kissel is. Legyen itt aztán. Ez mi volt? Engem használt izének a játék? Meg ezek a... Rólam pattogtatja be a labdáit. Ezért álljon meg a menet. Nem tudok oda menni. Nem találom el kaput, tehát... Értitek, itt mindig ezt magyarázom a rációt benne, hogy... Van manuál lövés ezen a szar kontrolleren, amit meg tudok nyomni, hogy manuállal valamerre lőjek. Van háromféle beállítás, hogy asszisztált, félig assziszt, meg totál assziszt nélküli. És én nekem asszisztom van, és nem manuálon lövöm, és nem találok el egy kaput. Egy top playeren, egy 10 perces meccsen. Na hagyjuk ezt. Holott idáig azért eltaláltam, de valamikor el kell dőlnie, hogy most ki kell esnem a világbajnokságról.
Beleálltam lövésbe, karabába, bazd meg, és tovább pattant a labda a németnek. Ők meg nézd meg, hogy futkoznak, mint a izék, persze, nyilván. Ez meg lesz. Egyből lőnek. Nekem nyilas, hogy állandóan átveszi a labdát. Érdel legalább ezt az egyet, fazekas. Ennyi volt, srácok. Na, kiestünk. De hát nem bírtam a németekkel. Well, you cannot hide the evident disappointment of semi-final defeat. There's no more cruel time to lose. They can only find small consolation in having come so far. Your final thoughts, Jim? Look, this top player-en azért így is nagy szó volt, hogy idáig eljutottunk. Hát azért ez kemény volt. Semi-finals can be so cruel, and I think this has been a standard example. Ciao, ciao. Itt még az elején jól kezdtünk, de aztán jöttek a németek. Illetve nem is a németek, tehát jól játszottak be. Én azt sem mondanám, hogy jól játszottak. Nem is tudom. Ja, jól játszottak, mondjuk azt. Nem mondom azt, hogy jól játszottak. Nem. Legyünk realisztikusak. A gép jól játszatta őket, tehát ahhoz, hogy 88-as meg 91-es játékosok voltak, nyomta a pofámba az egész meccsen végig. Én nekem meg a kontrollerrel kellett minden lepattanót, visszapattanót, és próbáltam küzdeni, hát ez jött össze. Tehát ez, amikor már a nyakadba zúdítja az egészet, amit ő tud, top player nehézség, ki se próbálnám ezt én szupersztárom, vagy mi a szar van, szupersztár, meg talán utána még azt hiszem ultimate, vagy mi a tököm van. Ez a top player, ez még így is angol-német döntő, de várjál, akkor viszont itt van bronz meccs is, nincs szerintem. Hát nincs. Kiestem. Van izé esetleg, hogy ki nyerte meg, vagy nincs? A németek 3-2-re megverték az angolokat, úgyhogy a német világbajnoktól estünk ki 82-ben. Nézzük a góllövést, és nézzétek! Öröm az ürömben, kis László, 82, Ungária, itt van 7 góllal, gól király lett Maradona előtt. Azért, mert ugye az argentinok már kiestek, így nem tudott már mit tenni. Még Nyilas is ott lett 3 góllal, beszarok. De azért a 7 gól az odavágott elég szépen. Kis nagyon jó volt, szuper. Ma már nem játszok. A bronzérmet el kellett volna, hogyha lett, abba lett volna, csak itt nincs. Ez nem olyan BB-s megoldásos izéje látszik ennek a játéknak, hogy játszottam volna egy bronzmeccset. Na mindegy. Fazekasnak 3 izéje lett. Go passa. Reguláció, nem, ez csak izé. Hát jó. Igazándiból figyelj, belgákkal meg az argentinok kezdtem egy döntetlen, megvártam Salvadort meg a lengyeleket, nem olyan nagy szó, de jó kis meccseket játszottunk. Hú. Ja, a valóságban ez lenne, az persze, most szépen kijutnánk. Mikor lesz még live, nem tudom. Most is volt egy kis időm, aztán mondom, mégis egy kis PES, és nem is tudom miért ránéztem erre a PES klub oldalra, hogy mi újság van fönn, vagy mit mondanak a PES 20-ról, aztán ott látom, mik ezek a 82, meg 78. És akkor raktam fel ezt a retro világbajnokságot, hogy gondoltam játszok egyet, mert ez egy live-ba lement ez a VB. Nem tudom, még a videót ott kéne befejeznem valamilyen szinten, de hogy hogyan, meg mikor, azt nem tudom. Ezt a videót úgyis teszek föl még, úgyhogy lesz tartalom még a csatornán. Fú, csak kezd meleg lenni már a szobában, úgyhogy ki kell nyitnom minden ablakot, ajtót. Csak azért csuktam némelyiket be, hogy annyira ne hallatszódjon be a utcai zsivaj. Úgyhogy... Így is 2 óra 23 perces live lett. Na tessék! Nem is gondoltam, hogy ennyire sok lesz. Hát jól elment az idő. Meg ugye jól eljutottunk sokáig. Na jó. Köszönöm mindenkinek tényleg, hogy itt voltatok, fiúk, lányok. Még mindig... Nincs klímám.
Még mindig ott tartok, hogy próbálkozom egy Avermédiával, hogy Pest, PS4-ről tudjak úgy live-olni, vagy streamelni, hogy PC-n keresztül, hogy azért sok mindent lehessen látni, megcsinálni, nem pedig csak ez a PS4-es live marhasága menne, de így is látom, hogy sokan voltatok itt, úgyhogy köszönöm szépen tényleg mindenkinek, aki itt volt. Aztán majd meglátom, megpróbálom folytatni még mindenképp szerintem a videótonos kis karriert, egy-két videóba, vagy le, vélek egy-két meccset, aztán meglátom. Nem baj, Botond, köszi, hogy itt voltál. Ja, 3-2, hát nem tudom, már ott kezdett elveszni egyébként szerintem a remény. Már nagyon keményen nyomtak a németek. Úgyhogy, ja, ne essünk ki a formába, ez egy kicsit próbálom a Pest tartani, aztán majd meglátjuk a 2020-nak a demóját, de hát az még jóval odébb van, még legalább 2 hónap, addig meg mindenkinek kellemes nyarat, majd még jövök, és mindenkinek köszönöm a feliratkozást és a lájkokat is, úgyhogy Gabriel voltam, sziasztok!